Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Egy rövid hír, az M3-as metró tegnap megint kigyulladt és füstölt. Így nesze neked, Olimpia. Ez aljas volt? Nem volt aljas. Nem, figyelj, én azt gondolom, hogy... Az ilyen vitákra szükség van, és tök jó lenne, ha ezek a viták ezek úgy születnének, hogy azokon a fórumokon tudná mindenki elmondani a véleményét, ami számít. Mert oké, hogy mi most egy rádióműsorban vitatkozunk erről, vagy beszélgetünk, és szerintem kell is, és nyilván ez megosztja a közvéleményt, és tematizálja a közvéleményt, és mindenki gondol valamit az olimpiáról, de hát ennek sokkal magasabb szinteken kellene zajlania, hogy van-e értelme, vagy nincs, például úgy, hogy az emberek bele tudnak abba szólni, hogy akarnak-e olimpiát, vagy nem akarnak olimpiát. Nem? Ugye ezt mi pénteken indítottuk ezt a témát, igen. És aztán Szántó Dávid, ami drága kedvenc sportriporterünk, akit mi nagyon-nagyon kedvelünk és nagyon szeretünk, ráírta Janira, hogy ő... De jót szeretne, vagy de jót tudna vitatkozni velem erről a témáról. Hogy de jót tudna vitatkozni, meg, igen. Hát miért nem velünk, Dávid? És akkor így nem jött rá válasz, várt. És akkor gondoltam, hogy biztos dolga van, akkor rácsörögtem, és akkor mondta, hogy... 3-1 ez jó lesz. Igen. Na, azt mondtam, hogy nem kell tartani attól, nem. Hogy most 3-an vagyunk igazából. Hát meg ez nem torokra megyünk, csak beszélgessünk, és mondja el az érveket, megpróbáljuk meggyőzni, vagy illetve beszélgetni arról, hogy szerintünk miért nem jó. De ez abszolút nem politika, és senki ne gondolja politizálásra, mert azt gondoljuk, hogy egy olimpia az közügy, az mindenkit érint, pártpolitikától teljesen függetlenül, téged is, ha MSZP-s vagy, téged is, ha nem mész el szavazni, téged is, ha fideszes vagy, téged is, ha nem tudom, DK-s vagy teljesen mindegy, most jaj, ki ne hagyjak valakit, vagy Jobbikot, vagy ha egyáltalán nem politizálsz, ez minden egyes adófizető állampolgárnak a zsebére megy, az unokái gyerekei jövőjét befolyásolhatja, baromi nagy költsége van ennek, szóval, hogy ez szerintem nem pártpolitikai kérdés, teljesen függetlenül lehet erről pénzügyi. Vitatkozni úgy, ez egy abszolút pénzügyi kérdés, és lehet erről úgy vitatkozni, hogy az ember nem politizál. Ráadásul úgy, hogy mind a négyen gyakorlatilag rajongunk a sportért, rajongunk a magyar sportolókért, imádjuk őket, szurkolunk nekik, tehát hogy ilyen oldalról sem lehet megtalálni minket. Szeretjük a sportot. Szeretjük a sportot, persze, csak azért nagyon sok ország lép vissza olimpiától, nagyon sok ország nem akar rendezni olimpiát, hát azért ők sem véletlenül döntenek úgy nálunk. Hamburg, nem mondani, Hannover. Így van, szerencsésebb történelmi fejlődési országok is döntenek és döntöttek úgy, hogy köszönjük szépen, nekik ez túlságosan nagy összeg lenne, és nem rendeznek olimpiát, egyébként érthető okokból. Az olimpiával és az olimpiai eszmével nekem sincs bajom, és azt gondolom, hogy baromi jó, ha gazdaságilag nézünk számokat, akkor nehéz azért megindokolni. Ha csak a múltat nézzük, amíg ugye kész tények, hogy egy-két ország és egy-két város kivételével egyébként kik azok, akik pluszban jöttek ki. Nem sokan vannak így. Na, felhívjuk Szántó Dávidot, és akkor rögtön beszélgetünk vele. Mit csinál most a Dávid egyébként? Gyerekezik szerintem. Uh-huh. Készíti igen. A kicsiket a loviba. Valamit pépesít, valaki tisztába tesz. Nem, mondom, nem a nagyobbak. Jártam, még ehetnék pépeset. Mekkora is eszek. Ez igaz. Mekkora gyerekei vannak. Reszelt alma. Mindjárt megmondja ő. Nem tudom, egy viszonylag itt nem olvasok bestet. Na mindjárt megkérdezzük. Itt van Szántó Dávid. Dávid, jó reggelt! Hello! Hello, sziasztok! Szia! Hello. Dávid, hello, jó reggelt! Gyerekek még alszanak. Na. De jó neked ilyenkor? Komolyan. Ja, igen. Hánykor teszitek le őket? Normál időben. Az mit jelent? De várjál, egyetem mekkorák? Én nem vagyok otthon a család életemben. Mekkorák a gyerekek? Hál' Istennek nem vagy otthon. 8-5-4. 8-5-4. És a 8 éves alszik? Neki nem kéne iskolába menni? De úgyhogy azt sem most már aztán ébreszteni fogom. De én is ilyen voltam, hogy utolsó pillanatban kell. Nem laktok messze akkor a sulitól. Igen, könnyű bejutni. Ez tök menő, hogy 48-kor még alszik a 48-kor még alszik a gyerek. És akkor egy jobb egy suli volt egy környéken, vagy így szétdobáljátok őket masszív szervezéssel? Persze. Figyelj, és a 3 gyerek jobb, mint a 2? Nem kacérkodom a gondolattal, nincs bennem semmi. Csak gondoltam, hogy kicsit barátkozom, illetve megkérdezem, hogy úgy 2-nél az ember hogy nem áll meg, miért a 3. Ikrek.
sokkal jobb a három. De hogy mivel? Hogy már az, az első... Nem, hallottam, azt mondod, hogy neked így kerek a kettővel, szerintem meg a hárommal sokkal kerekebb. Na, de ezt ezért akarom tudni, hogy tulajdonképpen még mivel? Tehát, hogy még mit adhat a harmadik, amit kettő na, nem na, de tud. Erre mit mondasz, hogy megálltunk volna kettőnél, de most már mit csináljunk? Nem tudom, vele, hogy a harmadik el. Vigyáz az elsőre, hogy a hárman már jobban el vannak, mint ketten. Hát nem biztos van oka annak, nem tudom. Nem, ez mindig az egyébként. Meg itt mindenkinek van a maga szerepe a családban. Tehát van legkisebb is, van középső is, legnagyobb is. Tehát nagyon jó meg vannak együtt, és az biztos, hogy én is nagy családban nőttem fel, mi mondjuk négyen voltunk tesók, de háromnál van, hogy meg fogunk állni, tehát jó a sok gyerek, de csak egy bizonyos szintig. A hármas szerintem tökéletes. És így egyébként, hogy átkössek, ugye pont öten vagyunk, mint az öt karika. Hát ezért kapsz egy kapcsot. Ez aztán, ez nagyon sportriporteres volt. Igen. Na, te abszolút az olimpia mellett vagy egyébként? Vagy olimpia párti vagy? Én abszolút olimpia párti vagyok. Tehát szerencsém volt nagyon-nagyon nagy. Én voltam kint olimpián. Életre szóló élmény volt mindegyik. Egy fantasztikus dolog ott lenni, átélni. És szerintem, hogyha már itt van a lehetőség, ezt mindenki megérdemelni ebben az országban, hogy átélhesse testközelben. Hát ezt picit kevésnek érzem azért az olimpia rendezéshez. Képzeld el, én is kim voltam Athénban, ott voltam a kézilabdás fiúk győzelmeinél, ott voltam a vízipóló válogatottnál, és imádtam, és üvöltöttem, és piros-fehér-zöldre festettem még a mellkasomat is, de ettől függetlenül azért, hogy egy ország ezt átélje, amit nekem volt szerencsém átélni, belevágni egy ilyen gazdasági kalandba, és nem véletlenül alkalmazom. Mert az olimpia után a fantasztikus élményekkel, a létesítményekkel ott maradtak. És ott rohadt minden. Igen. Jó, de most tehát ne a görögökből induljunk már ki, akik elég sok mindent elcsesztek az olimpia alatt, meg előtte, meg utána is. Tehát azért nem vagyunk annyira hülyék, legalábbis merem remélni, mint a görögök. Kicsit most ápoltuk a görög-magyar kapcsolatokat elég erőt. A görög nagykövetsége most nyertek egyet. Hülye görögök. Tehát minek nekünk egy, mit tudom én, 5000-es softball stadion. Tehát ezt micsoda, a minek nekünk micsoda? Softball stadion, meg strandröplabda stadion, amiket lehetett látni, hogy hogy néznek ki most a létesítmények 10 évvel az olimpia után. De bocsánat, ez nem elvárás, hogy mekkora stadion? Nem, nem. Aha. És ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rájött, hogy hát kicsit rossz irányban mennek a dolgok, és kitalálta az új elnök, a Thomas Bach, hogy akkor próbáljunk kisebb olimpiákat rendezni, és van ez az Agenda 2020 nevű program, amelynek az a lényege éppen, hogy hát kb. Budapestre van szabva, hogy ne csak ezek a Tokió, meg London, Peking méretű óriási városok tudjanak megrendezni olimpiát, elmondhatatlan és elképzelhetetlenül sok pénzből, hanem esetleg kisebb helyszínek is. Éppen ezért eltörölték a felső, vagyis az alsó korlátot, hogy nem kell mondjuk egy 70.000-es foci stadion, meg egy 15.000-es kosárlabda stadion, akkor hát építesz, amekkora neked jól esik. Sőt, ugye Budapest esetében mi alig építenénk újat. Vannak ezek az ideiglenes létesítmények, amiket felhúzol, megvan az olimpia, aztán lebontasz. Aha, de most jó, hogy mondod ezt. Kettő új létesítményt kellene összesen csinálni az olimpiára. Kettő darab új létesítményt kellene csinálni az olimpiára, ez hogy érted? Tehát kettő darab stadion kellene? Nem is stadion, hanem ha egy vívócsarnok lenne, meg egy teniszpálya, amit újonnan építenénk meg, és meg is maradna, tehát mondjuk egy jó kis budapesti teniszpálya. Balázs, meggyőztünk? Látom a csillogást a szemében. Egy darab teniszpályát kéne, miért hol bonyolítanánk például a teniszt? Tehát hol van az új pályán? Azon az új pályán. Atlétika hol menne? Szerintem az a vadonatúj Puskás stadionban, ami amúgy is megépül, mert hogy ugye foci elvé meccseket is fogunk majd rendezni 2020-as elvén. Strandröplabdát én levihetném például a Velencei plázsra. Van jó homok. Vagy a lupák. Hát, ha akarnád levihetni, mondjuk a terveket, nem megbántva a velenceieket, talán egy kicsit impozánsabbak, mert Strandröpi az a Városligeti műjégpálya helyén lenne.
Tanultál a görögök lehülyézéséből, mi? Nem megbántam. Nagyobb így, ki ne húzd a gyufát. És akkor ott a tavat felszórják, vagy a tó helyét felszórják homokkal, és ott lennének a mérkőzések? Az még impozáns hely, tehát igen, jól néz ki. Oda tennének egy ideiglenes lelátót, nagyon halkan mondom, hogy mi jövőre úszó VB-t rendezünk, és ott lesz pont a Városligeti műjégpályán egy ideiglenes medence, ahol a szinkronizást fogjuk majd rendezni, és ez egyébként az én ötletem volt, zárójel bezárva. Jó, megveregetted a válladat, Dávid. Igen, nagy vagy. Ügyes, nagyon-nagyon látványos, és az egész világ ezt fogja nézni, és beleszerethet a látványba meg Budapestben. Hadd kérdezek egy-két dolgot. Ha van ez az Agenda, ugye, vagy Agenda 2020 program, ami egy áramvalósított kisebb országoknak megfelelő olimpiát akar rendezni, mint például Magyarország, ami ugye kivitelezhető olimpiák megrendezését szorgalmazza. Ugye? Te mondtad. Igen. Hogy van az egyébként, hogyha ez egy kisebb, olcsóbb olimpia, akkor Krakó, Oszló, Stockholm, München, Szent Moritz, mindannyian inkább visszaléptek. Vagy például Boston és Hamburg, ahol a vezetők úgy döntöttek, hogy ők ezen program hatására sem akarnak egyébként olimpiát rendezni. Hát ezt meg kéne kérdezni Krakó, München, Boston, stb. Foglaltak voltak, amikor hittük őket. Semmi olyat nem tartalmaz ez az Agenda program, amit egyébként ezelőtt nem mondtak volna. Fenntarthatóság, újrahasznosítás, hatékonyság, rugalmasság, ezt a NOB egyébként hosszú évtizedek óta mondja. A vége azonban mindig ugyanaz. És lám, van is egy olyan város, amelyik ezt tűzi az ásztanyára, és azt mondja, hogy gyerekek, hogyha ezt tényleg komolyan gondoljátok, hogy egy kisebb városnak is oda mertitek adni az olimpiát, azért, mert olyan mondjuk versenyrendezési tapasztalatai vannak, meg olyan hagyományai a sportban, akkor tessék, mi meg tudjuk csinálni fenntartható módon. Tudod, mennyi lett a riói olimpiai vesztesége? Ezt te most biztos, hogy nem tudod megmondani, majd esetleg 10 év múlva. Uh-huh. Jelen pillanatban, ami kimutatható, 10 milliárd dollár lett az olimpiai vesztesség. A mérleg egyik serpenyőjében a 15 milliárd dollár van, amit egyébként kiadtak a riói olimpiára, a bevétel oldalon pedig 3,5-4 milliárd dollár a jegyeladásokból, a szponzorációkból, az olimpiához közvetlenül kapcsolódó kereskedelmi forgalomból és a televíziós közvetítési jogokból. Jelen pillanatban ott tart Brazília, hogy 10 milliárd dolláros veszteséget termelt, most még. Igen, és még jönnek egyéb számítások. És hányan szeretnének elmenni, amikor látták, hogy micsoda hangulata van a városnak. Uh-huh. Tehát, hogy Tudod, mennyivel csökkent London bevétele turisztikailag, amikor olimpiát rendeztek? De nem az olimpia alatt kell gondolkozni, hanem hosszú távon. Tehát, hogyha megkapjuk az olimpiát, akkor 2 éven keresztül mindenki azt fogja mondani, hogy Budapest. Hogyha megcsinálik az olimpiát, olyan helyszíneken és olyan látványos versenyeket tudunk rendezni, mint amilyeneket elképzeltek és megálmodtak a szervezők, akkor utána is, az olimpia után is nagyon sokan azt fogják mondani, hogy hoppá, Budapest, ez jól néz ki. Meg egyébként is fölkerülünk úgy Isten igazából a térképre. Uh-huh. Bizonyítható módon egyébként, amikor olimpiát rendeznek, akkor a turisták x% egyébként hanyagolja azt az országot, és nem jön oda. 20%-a meg nem. Jó, így azért nehéz vitatkozni, hogy én számokat mondok, de viszont nem mondasz számokat. De akkor nézzük még egy-két konkrétumot. Na, például, hogy konkrétan mondtad, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezik Magyarország abban, hogy különböző sportrendezvényeket szervezzen. Most mi volt a magyar történelem során olyan kaliberű rendezvény vagy rendezvénysorozat, ami mondjuk egy lapon emlegethető egy olimpiával, az 1896-os milleniumi ünnepségek, vagy mire gondoltál? Mert hogy semmi ilyen kaliberűt nem rendeztünk. Nyilván semmi nem emlegethető egy lapon, ugyanakkor rendszeresen rendezünk különböző világversenyeket. EB-ket, világkupákat. Hát megsünk van, mert olimpiát még nem tudtunk rendezni, de szerintem már sokszor bizonyítottuk, hogy hogyha szervezésről van szó, ezeken a VB-ken, EB-ken, világkupákon folyamatosan mindenki odákat deng rólunk, hogy na hát itt aztán tényleg minden rendben volt. Ott van például az úszó VB. Ugye, az előbb mondtad, hogy neked is voltak ötleteid a dologgal kapcsolatban, de most akkor mondjál te ott számot, honnan, mekkora összegről indult, és hol tart most? És ez csak egy úszó EB, az még nem egy olimpia. Úszó VB. Figyelj, ez megint olyan dolog, hogy ketté kell bontani a költségeket. Vannak ugye az olimpiához közvetlenül, vagy mondjuk az úszó VB-hez közvetlenül kapcsolódó költségek, de most például azt hova számolod, hogy föl kell húzni egy vadonatúj úszodát. Igen, az sokba kerül.
De... Az adófizetőkhöz számolom. Oké, tehát akkor ez sokba kerül, de kiélvezi azt, és nem csak abban a két hétben, ami versenyek vannak az úszodában, hanem utána mondjuk egy olyan 50 éven keresztül. Hát milyen úszoda helyzet volt eddig Budapesten? Hogy lehetett úszni a lepusztult Komjádiban, vagy be lehetett menni a hajósba és beállni a csomagba? Ebben tökéletesen igazad van, de például akkor az úszó VB-ről ugye a hír, ami azt hiszem egy hete vagy két hete látott napvilágot, hogy nincs hol aludniuk az ide látogató embereknek, mert sikerült összeboronálni a Forma 1-jel. Tehát most képzeld el, hogy a közlekedés, az egyéb infrastruktúra, amit ki kéne ehhez alakítani, azzal mi lesz? Hát az pénzbe kerül, nagyon sok. És tudom, igazad van, amikor azt mondod, ugyanúgy, mint az úszodánál, hogy nincs úszoda Budapesten, most már lesz, hogy a hármas metrót is majd fölépítjük, és akkor az jó lesz. Miből? Hát hála jó égnek, hát pontosan erről van szó, hogy akkor nem lehet elsumákolni a dolgot. Tehát akkor... Oké, de én értelek, de miből? Tehát, hogy az anyagi fedezet az erre megvan, tehát állnak a milliárdok, amiből utat fogunk építeni, szállodát fogunk építeni, megcsináljuk. Megvan rá minden. Mennyi az olimpia bekerülési költsége? Te olvastad ezt egyébként, Dávid, nézted? Hogy mennyibe kerülne nekünk olimpiát rendezni körülbelül? Mert szerintem ezt a számot kell kimondani, és akkor mindenki érzi, hogy erre most jelen pillanatban szüksége van az országnak, vagy nem. De szerintem meg tök rosszul állsz hozzá. Miért? Mert mondok egy számot, amitől mindenki megijed, és akkor azt mondja, hogy na hát szó sincs róla, mert abból hány lélegeztetőgép. Ugyanakkor meg nem veszi figyelembe, hogy akkor ténylegesen milyen előnyökkel fog ez járni, tehát, hogy megépül a hármas metró, meg a gyorsforgalmi, meg minden kénytelenek megcsinálni, és egy csomó olyan dolog fog történni, ami amúgy nem biztos, hogy megtörténne, mert nem biztos, hogy ezt az összeget félretennék amúgy lélegeztető gépekre, de ha olimpia van, akkor arra kénytelenek félretenni. Tök jó, hogy most mondod a hármas metró, de most kurtították meg ugye a költségvetés, és nem lesznek csak kifestve a különböző állomások, mert hogy arra már nem lesz pénz, hogy azokat is renoválják. Na ez az, viszont ha olimpia lesz, akkor lesz pénz. Mondok valamit, hogyha megkapjuk az olimpiát, megszületik a döntés, akkor másnap a Nemzetközi Olimpiai Bizottság átutal 450 milliárd forintot. Csak úgy a rendezőnek. Tehát ez egy. A másik pedig, hogy ha jól emlékszem, akkor nagyjából mindenkinek egy üveg, vagy egy pohár sört kellene fizetnie havonta. Ennyiből áll össze az olimpia. Na jó, azért ne túlozunk, de nagyjából az olimpia költsége, amit becsülnek, az körülbelül értem, az egy pohár sör, persze, az körülbelül 500 és 1000 milliárd forint közé tartható. Körülbelül. Az olimpiák 80-90%-ában egyébként 40-50%-os aztán a túlköltekezés, tehát mindig indul egy büdzséből, és aztán mindig rájönnek, ahogy rájöttek egyébként nálunk. Mert hogy nem az Agenda 2020 alapján készültek. Az Agenda 2020 szakértők szerint egyébként semmit nem jelent, a NOB ugyanazokat hangoztatja, amit eddig is, az átláthatóság, ami nincs, a szerényebb kivitel, ami eddig senkinek nem sikerült, ezért léptek vissza ugye nagyon sokan. Na ezért nem fogunk ki 50 ezres röplabda csarnokot építeni. Uh-huh. Igen. A 2012-es londoni nyári játékok teljes költsége 9 milliárd font volt, nem ennyiként indultak egyébként, 5 vagy 6 milliárd fontot akartak rákölteni, nem tudtak szerényebbet megállni, és nem tudtak leállni, 9 milliárd font, 3600 milliárd forintba került egyébként, ennek harmadát tudták állami pénzből állni. Szóval olyan összegek repkednek, hogy persze nyilván van ennek infrastruktúrális jelentősége, hogy az ember ettől nyilván megijed. Én mindig azt mondom, ha egy ilyen horderejű döntés van, mint olimpia, akkor ezek a típusú párbeszédek lennének fontosak, amit mi is folytatunk egyébként, hogy ebbe úgy mindenki beleszólhasson, és erről mindenki beszélhessen. Igen, nagyon sokan nem tudnak elképzelni semmit az olimpiával kapcsolatban, hanem csak látják a sok nullát, például azt hiszem 770 milliárd egyébként az előtt kérdezted. Hát, ez a tervezet költség. Nem akarok megint, vagy nem akarunk megint példálozni, hogy az úszó VB-vel, ahol több mint két és félszeresénél tartanak már a költsége az eredetileg megszabott 40 milliárdhoz képest, tehát hogyha egy úszó VB-n ez az, hogy mi lesz egy olimpiánál. Ez megint olyan, hogy mit vette hozzá. Tehát ebben a 770-ben minden az olimpiához kapcsolódó fejlesztés benne van. Mi van, ha nem 770, hanem mondjuk 1000 vagy 1200, tudod, ebben ez a kérdés, és ez az érdekes. Az egyikünk sem gazdasági szakember azért. Persze. Ugye például a tévés jogdíjakat mondják, hogy azok is milliárdos tételek. A te tudod, hogy azok hogy oszlanak meg egyébként? Milyen érdekes az is, hogy mit csinál a NOB? Amit én nem tudtam, baromi érdekes, hogy 25%-ot tarthat meg egyébként a rendezőváros, 75% a NOB kasszájába vándorol. Igen, igen.
hát igen. A magnak is élnie kell valamiből, annak a igen. Szűkösen szerénye. Igen, én egyébként őket nagyon nem kedvelem. Tehát, hogy érdekes, amit csinálnak, ugye, hogy számomra teljesen fura módon meglehetősen erősen állítják szembe egymással úgy a városokat, hogy aztán mindenki baromira kölcsön és költhessen, amiből aztán igazából tulajdonképpen egy nagyon szűk elit rétegen kívül az adott országban és a NOB-on kívül, ami egy lehet mondani egy törvényeken felülálló külső ellenőrzés nélkül működtetett társaság, azért ezt ne felejtsük el, senki nem jár igazából jól. Várj, de Nobról most csak szépeket mondjuk, mert végül is ők döntenek majd 17 szemberében. Akkor te mondj szépeket, tudod? Igen. Szeretem nagyon Bachur zenét. Ja. És például a vidékhez mit szólsz? Itt most már ugye nagyon sokan írnak SMS-t a vidéki hallgatók közül, nagyon örülnek neki, hogy Budapest megint jobban fog állni, de hogy Szabolcsban ezt ki a tökömet érdekli, elnézést, de idéztem az SMS-t. A vidék ebből érez valamit? A vidék az olyannyira érez, hogy most először Agenda 2020, ugye, a NOB az lehetővé tette, hogy ne fókuszálódjon egyetlen helyszíne az olimpia, úgyhogy nálunk Győröt, Balatonfüreden, Miskolcon, Szegeden, Debrecenben, szóval rengeteg vidéki városban is lenne verseny, és az a terv, hogy az ország 90%-ának üdvözlet a szabolcsiaknak, mindenképpen 90 percen belül elérhető legyen az olimpia. Azért mikor volt ilyen lehetőség bárkinek az életében, hogy beül az autóba, nem. Ott van egy olimpián. Nem az a lényeg, hogy ők hogy vannak, meg mennyi idő alatt vannak itt, hanem a turisták majd mennyi idő alatt lesznek ott náluk, vagy mi alapján mennek el hozzájuk. Mi az, ami felhúzza ezt a térséget az olimpia kapcsán? Tehát majd akkor lemennek az emberek. Nincsenek turisták. Rakac a Szendre meg Bakta Kékre, mert hogy olimpiát rendezett Magyarország. Hát plusz ugye az a látványterv, hogy 10 kilométeren belül van minden helyszín, nem? Na de nem minden helyszín, Budapesten igen. Ja, Budapesten. Tehát nyilván a központi helyszínek, illetve Budapesten azok a sportánk, amik itt lennének, azok valóban egy nagyon szűk körön belül lennének, de a vidéki városokban is rengeteg helyszín lenne. Mondom én, hogy Velencén lesz a strandröplabda. Ugye itt igazából ezért is érdekes ez adat, ugye ezt a spanyolok is és az angolok is elkövették, hogy baromi sok turistát vártak, ugye, amiről beszéltünk, mert ugye a jegybevételeket, és hát azt gondolták, hogy az idegen forgalom fellendül, ez volt egyébként a pályázatuk egyik alapköve vagy mérföldköve. És kimutatták, hogy Barcelonában és Londonban az olimpia 17 nap alatt 15%-kal esett vissza a turizmus. De ez ilyenkor időszakban klasszikus turisták egyébként elkerülték a várost. Igen, teljesen más emberek mentek akkor Barcelonába, viszont 92 után Barcelona visszakerült a térképre. Tehát messze nem volt olyan szinten Barcelona, mint az olimpia előtt. Megcsináltak egy egyáltalán nem óriási léptékű olimpiát, amit az emberek sikeresnek ítéltek, és újra elkezdtek Barcelonába beleszeretni. És ma már Barcelona ott tart, ahol. Én nem mondom, hogy Budapest is itt fog tartani, de az esély az abszolút megvan rá. Gyorsan fölbúztam. Ezért mondom, hogy a Rio hónapot nem most elemez, hanem majd 10 év múlva. Hát nézd, nekem a 10 milliárd dolláros veszteség, azért abból nehéz lesz már pluszba kijönni. Persze 10 év múlva ki lehet, persze. Csak a jelen pillanatban fél évvel az olimpia után már 10 milliárd dolláros veszteségük van, akkor azért az úgy egy picit nehéz. Tehát a számokkal azért nyilván baromi nehéz vitatkozni. Ugye nagyon sok olyan cikk születik, ami az elmúlt 30 év nagyvárosait, olimpiát rendezett nagyvárosainak gazdaságát veszti össze, ugye az olimpia után, és hát azért 2-3 város kivételével tulajdonképpen senki nem tudta jövedelmezővé tenni az olimpiát. Hát kiszámoljuk, hogy 30 év alatt hány olimpia volt. Azért, hogy miért nem lehetünk mi is a 2-3 olyan városban, amelyik jövedelmezővé teszi az olimpiát, mert csak azért is, mert a költségek, köszönhetően az Agenda 2020-nak, ténylegesen kisebbek. De ez az, amit nem igazán tudnak megérteni az olimpia ellenzői, hogy most ami teljesen más következik, vagy legalábbis mi ebben bízunk, mi ezzel pályázunk. Próbáljanak már akkor a NOB-nál betartani azt, amit ígértek, vagy amit elképzeltek, hogy sokkal emberszabású olimpiákat rendezni. Aztán lehet, hogy ezt az egészet elfelejtik, és amikor arról van szó, hogy nyomni kell a gombot, akkor majd azt mondják, hogy hát azért Los Angelesben mégiscsak szívesebben mennék, vagy Párizs szimpatikusabb és vastagabb a borítékja, nem tudom, de jól hangzik, hogy van ez az Agenda 2020, amit kb. Tényleg, mintha Budapestre írtak volna, meg erre a pályázatra.
Igen, hát a NOB-ot ismerve azért nyilván a saját maga gazdasági érdeke alapján fog dönteni igazából, és annak a városnak fogja ítélni, ahol ők a legtöbbet tudják ezen keresni, mert hogy azért nyilván ők is ezért csinálják, azért ezt mindenki tudja. Ezt a vastag borítékot meg kikérem ezt... magamnak azoknak a nevében, akik még nem kapta borítékot, de várják. De ezt te meg se halld, ezt csak én mondhatom ki, te ezt nem mondhatod, nem mondhatod ki. És akkor még ugye nem beszéltünk az építőipari lobbiról és a korrupcióról, ami azért szintén bizonyított tény, és számokkal mutatják, hogy hány várost érintett ez érzékenyen, és kik jártak ezzel tulajdonképpen nagyon jól. Oké, én örülök az ilyen beszélgetéseknek, mert szerintem ezek kellenek, és tök jó, hogy te elmondtad az érveidet, Dávid, és hogy az olimpia mellett vagy ennyire. Nyilván mi számokkal próbáltuk bizonyítani az ellenkezőjét, de itt nincs jó vagy rossz, itt párbeszéd van szerintem. Itt fontos lenne, hogy ezt mindenki elmondhassa. Amit én képviselek, de valahol ez lenne a szándék, hogy legalább egy minimálisan gondolkozzunk el erről a dologról, és beszélgessünk, és ne zsigerből mondjunk igent vagy nemet. Nyilván a számok makacs dolgok, én megint csak erre az egysőre tudok visszautalni, tehát havonta egysőr mindenkitől. Jó, ez egy picit egy másik végre. Én meg azt mondom, hogy 1500-2000 milliárd azért ami tulajdonképpen havonta egyszer mindenkinek, de azért érdekes szám. Jól hangzik. Jó, hát legyen erről sok vita, meg beszélgessünk, sok időnk nincs, de hát minél többen szóljanak ebbe bele szerintem, és lehessen erről érveket és ellenérveket felhozni. Ez lenne a fontos, hogy így kellene ennek eldőlnie tulajdonképpen. Nem mondta az a középső gyerek, Dávid? Még mindig alszik? Még mindig alszik. Te három gyerekkel álltak, hogy van ennyire csönd? De tényleg, hát nálunk két gyerekkel ilyenkor már masszív káosz van, mézes kenyér a tapétán. És... Nem, a feleségem szerintem ő most ráült a gyerekekre, hogy csönd legyen. Nem, az olimpiáról álmodna. Dávid, legyen bárhogy, ha jó az országnak, akkor mi abszolút mellette vagyunk. Köszi, hogy beszélgettél velünk erről, vigyázz magadra. Szia, köszönjük, Szántó Dávidnak, köszönjük szépen, ciao, hello. És mi is alig várjuk már, hogy szalomkajak versenyeknek szurkolassunk a Színvapatak partján. Kérdezés, hogy SMS, gyerekek, az első órát kiadja a gyerek? Vagy mi történik? Hát három gyerekkel ekkora csönd, hát a feleség ott... Nem tudom, hogy a kilencre jár. Túl nagy a tét, srácok. Nem mehetnek a gyerekek ilyenkor iskolába, óvodába. Viccelt? Igen. Na, azt írja egy hallgató, tök jó. Nálunk, mire az olimpia kezdődne, öt karikából négyet ellopnának. Szellemes, köszönjük szépen. Nézzétek meg, mi történt Oroszországban. Sehol nem vagyunk, gyerekek. Elképesztő összegek tűntek el. És azt mondanák, hogy már 60. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Megérkezett hozzánk vendégünk, ami nagy örömünkre. Kepes András, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Jó közel majd azt a nagy barát csaktál a mikrofont. Egészen húz magadhoz közel, úgy nagyon, nagyon-nagyon jó. Azt nem kérik, hogy kiabálj, mert ez nem a te habitusod. De... Igen. Nagyon helyes voltál, amikor megérkeztél, kimentem egy kicsit beszélgetni, és az első kérdésed szinte az volt, hogy hogy most hívtok meg? Már volt könyvem ezelőtt is. Ez a 9. igen, és nagyon hiányoltam, meg rengeteg tévés. Nagy erőszakos volt a Frej. Igen, a Frej lemondta, és akkor mondtam, hogy gyerekek, kell egy vendég, meg kell hívnunk a Kepest. Üresedés volt. Igen. Volt a könyveid, így van, de én azt gondolom, hogy amit ebben az új könyvedben boncolgatsz, az akarva, akaratlanul mindenkit érint, vagy mindenkit érinthet, és amikor én a kezembe vettem, akkor azon kezdtem gondolkodni, hogy mennyi mindennel tudnék én vitatkozni, vagy hány kérdést tudnék én neked feltenni ezzel a könyvvel kapcsolatban, és hogy mennyire írillem azt a fajta optimizmust, ami a te könyvedből egyébként árad. Volt egy nagyon jó mondatod, amikor azt mondtad, és ez talán a könyv elején vagy hátulján is rajta van, nem azért mondom, mert eddig olvastam. Hát a hátulján van, akkor rendben van. Nem, mert egy pár nappal ezelőtt mi mindig bekérünk könyveket, és jó sok részt elolvastam belőle, hogy a világ megérett arra, hogy újra tervezzék. Ez talán a könyved elején van. Elején van, igen. Az elején van, így van. Hogy a világ GPS-e megérett arra, hogy újra tervezzék. Ez egyfajta újra gondolás jelent a te értelmezésedben, vagy mire gondoltál pontosan? Hát a mondat az valahogy úgy szól, hogy azt üvölti a világ GPS-e, hogy újra tervezés. Tehát, hogy igazából én arra gondoltam, hogy amikor eltévedünk vezetés közben, és letévedünk az útról, akkor a GPS mindig azt mondja, hogy újra tervezés. És hogy most, mintha letévedtünk volna az útról, vagy legalábbis a világ,
Csak hát ugye az a nagy különbség a GPS és mi közöttünk, hogy a GPS az általában segít az újratervezésben, nekünk viszont itt saját magunknak kell kitalálni, hogy milyen utat kell a világnak követni. És valahogy én úgy éreztem, hogy eljutottunk odáig, hogy azok a régi klisék, amiket évtizedek óta használunk, azok egyszerűen elkezdtek nem működni, és hogy úgy beszélgettünk egymással, meg úgy próbálunk olyan sémákat a világra ráhúzni, amik gyakorlatilag nem léteznek. Tehát ilyen, hogy kelet és nyugat, az már nincs, meg szerintem olyan sincs, hogy jobb oldal, meg bal oldal, meg hosszasan lehetne sorolni, hogy mi minden nem létezik, amit nap mint nap a kommunikációban egymás között alkalmazunk, és hogy eljutottam odáig, hogy próbáljuk már közösen egyszer csak végig gondolni azt, hogy az a világkép, ami sokáig úgy tűnt, hogy működött, tehát amiben még megvolt a hit, a tudomány, a művészet, a hétköznapi életnek a helye, az gyakorlatilag fölbomlott, és újra kellene az egészet építeni. És hát ez mondjuk nem ennyire komoly a könyv, tehát ennél azért viccesebb természetesen. Mert... Nem, alapjában egy nehéz témáról szerintem egy vicces, könnyed hangvételű könyv. Úgy, hogy alapjában azt gondolom, ami nekem a számomra könyvből kiderült, hogy te nem megoldást kínálsz, te egy hangos együtt gondolkodásra hívod inkább az olvasót. Így van. Hogy vajon mi lehet a megoldása annak a jelenlegi helyzetnek, amit most mindannyian átélünk. Függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján élünk, ezt az átrendeződést, a népvándorlást, a menekült hullámot, amiről tulajdonképpen vagy valaki átéli, vagy beszél róla, vagy hall róla, vagy a saját testén és a saját országán tapasztalja meg. Nem láttam a megoldást, csak az együtt gondolkodást. Jól éreztem? Abszolút, és hogy ráadásul ugye ez személyes élményeken is alapul. Tehát itt közben a gyerekkoromtól kezdve végig kíséri a könyv azt a fajta világot, amit én most már így 68 évesen átéltem, meg az életem kicsi gyerekkoromtól kezdve különböző kultúrákban zajlott. Tehát még éppen kezdtem az iskolát, amikor ugye Szíriában, Libanonban éltem, tehát az egyik olyan válságócban, amiről most a sajtó szól, a középiskoláimat azt Dél-Amerikában, Argentinában töltöttem, aztán egyetem után Amerikában is tanítottam, illetve jártam egyetemre is. Hát én olyan sok féle kultúrában kellett nekem állandóan megfelelnem, elfogadtatnom magam, és közben meg elfogadni másokat, hogy én nekem egész más perspektívából jelenik meg a világ, mint ami mondjuk a mai napi sajtóban, vagy az óriás plakátokban. Na pont ezt akarom, igen, pont ezt akarom kérdezni, hogy azért ez egyfajta előny is, mondjuk meg őszintén, nem? Szóval, ha valaki az a világ számos helyén nő föl, ahogy te is említetted, ugye Libanon, Szíriát, vagy Dél-Amerikát, akkor nyilván egy csomó minden kialakul benne, ami akárha csak most itt a saját közegünket nézzük, a pici kis 93 ezer négyzetkilométerünket, egész egyszerűen egy téves kódolásnak köszönhetően nem alakul ki. Az idegenek elfogadása, a más kultúrák megismerése, az, hogy nyitottá válni, hogy befogadni. Hát a gyerekként ott nőttél föl, ez egy baromi nagy előny. Hát én meg úgy látom, hogy egy csomó mindent elfogadunk, csak nem veszük észre. Tehát amikor én mondjuk kisgyerek volt, hát kisgyerek voltam a fenét, tehát 10-20 évvel ezelőtt még szinte nem léteztek kínai vendéglők Magyarországon. Tehát 20 évvel ezelőtt talán igen, de én még emlékszem, hogy a, nem tudom, a főutcában, amikor megnyílt ezelőtt 30 évvel az első kínai vendéglő, úgy hívták, hogy pekingi kacsa. Hát ez egy akkora szenzáció volt. Az egész városban nem volt ilyen. Tehát valaki kínait akart főzni, akkor Bécsből hozta a kaját. És ma elmegy az ember akármelyik bevásárló központban, végigmegy a körúton. Kínai, táj, japán, arab, ez az, amaz, tehát olyan választék van, indiai étterem, oda mész, ahova akarsz. Most ezek egyébként, a kaja, az a szerves része a különböző kultúráknak. Tehát ezt észre se vesszük, hogy ezt milyen jól elfogadtuk. De most a te korosztályod, de akár mondhatom magunkat is Jánossal, egy fiatalembert még nem. Nekünk, akik itthon éltünk, és nem voltunk olyan szerencsések, vagy olyan életben részünk, mint neked, nekünk a határ az a mai napig, ha megyek Ausztria felé, még tudom, hogy hülyeség, de nekünk összeugrik a gyomrunk. A te korosztályod... Illetve a János elkezdi kicsomagolni a fasizmusot. De az egy másik, igen. A te korosztályod az $50 kapott egy évre. Volt a 100 is néha, később már igen. Tehát, hogy neki nehéz azt mondani, hogy gyerekek, legyetek nyitottak a világra. És két útlevél volt. Igen, és érted? Tehát, hogy akik nem ebben nőttek föl, azoknak ez nagyon nehéz.
Igen, igen. Hát lehet, hogy egyébként ez olyan, mint annak idején, Mózes idején, hogy csak az léphet be az ígéret földjére, aki már nem volt rabszolga. Tehát a következő generáción fog ez az egész múlni, akik nyitottabbak. De hogy csak mondjak egy másik példát, hogy ne csak a kaja, tehát amit elfogadtunk, hogy most megy a Világzenefesztivál például. Tehát milyen természetesnek dolognak tartjuk azt, hát meg is bolondulnánk, hogyha nem lenne nemzetközi zene, nemzetközi kaja. Tehát én ezért vagyok, amikor azt mondtad, hogy optimista vagyok, hát azért az optimizmusomnak a része, hogy nem veszük észre, hogy csomó mindent elfogadunk, és közben meg súlykoljuk magunkba azokat a korlátolt hülyeségeket, hogy akkor hogy a kultúrák azok, hogy fognak egymással harcolni. Igen, ez egy érdekes ellentmondás, hogy elfogadod az ételeiket, elfogadod az italaikat, gyakorlatilag rendszeresen jársz kínaiba, rendszeresen jársz török étterembe, de ugyanakkor a kultúrájukat, vagy hogy ha mondjuk a saját szempontból nézel, akkor kulturálatlanságokat nem fogadod el? Hát nem a fogadod el a másságokat? Persze, de én a magyar kulturálatlanságot sem fogadom el. Tehát én magam számára úgy határoztam ezt meg, hogy nem a kultúráktól kell félnem, a kulturálatlanságtól. És a kulturálatlanságot azt minden kultúrában megtalálod. De biztos mindenki számára ismerős az a helyzet, hogy elutazott a világ másik tájára, és egyszer csak ott egy emberrel, akivel a nyelvet is alig beszélte, mégis egyszer csak a szeméből látja, hogy tökéletesen megértik egymást. Emlékszel arra a pontra, amikor beindult az újratervezés? Tehát, hogy mi volt az az esemény vagy esemény sorozat, ami azt mondta, hogy na most akkor szeretnék erről írni? Nyilván nagyon sok apropója lehet a te könyvednek. Kérdezem én például az a fajta elképesztő menekült áradat, amit évek óta átélünk, és amiről mindenkinek van véleménye ebben az országban, de akár Európában vagy Amerikában is. Tehát ez volt az a pont, amikor ezt te megtapasztaltad, vagy amikor látod, hogy a szemünk előtt zajlik a történelme, hogy na, erről írnom kell? Hát tulajdonképpen a felkérés az arról szólt, hogy ilyen különböző kultúrákról írjak. És azt tudtam, hogy nem akarok a világfaluról, a régi sorozatomról leúzni még egy bőrt, de az viszont mindig érdekelt, hogy egyszer megírjam azt, hogy akkor én, aki gyerekkoromtól kezdve ugye különböző kultúrákban éltem, hogy nekem mi a viszonyom a különböző kultúrákhoz, mert azt láttam, hogy én más perspektívában látom a dolgokat. És amikor belevágtam ebbe a könyvbe, már elkezdtem egyébként írni, és akkor bekapcsoltam egy nap a tévét, és láttam, amit mindenki látott, a menekült állatot, meg keleti pályaudvar, meg országutakon, családok. És azt mondtam, hogy mostantól kezdve úgy érzem, hogy itt ez egy olyan fordulóponthoz érkezett a különböző kultúrák találkozása, hogy mindazt, amit én eddig erről gondoltam, azt újra kell gondolni. Mert eddig mi mentünk oda a látogatóba, és most visszaadták a látogatást, és ami ugye nagyon illedelmes, csak hát nagyon meg fogja változtatni a körülményeket. És az volt az a pont, amikor egyszer csak úgy éreztem, hogy azt ordítja a GPS, hogy újra tervezés. Van egy nagyon érdekes állítás a könyvedben, amikor levezeted azt, hogy tulajdonképpen ennek a fajta menekült áradatnak mi az oka, mármint az elutasításának, és hogy működik az áldozathibáztatás. Az nekem nagyon tetszett, nem vagyok benne biztos, hogy ez az egyetlen ok, de hogy egy kísérlettel ugye bebizonyították, és erről írsz a könyvedben, hogy ha az ember nem tud segíteni, akkor elkezdi hibáztatni az áldozatot, és azt a fajta elutasítást, amit például ebben az országban érezni a menekültek iránt, azt te ezzel a természetes emberi magatartással magyarázod, hogy minden ember így reagál, ha nem tud segíteni, akkor elkezd áldozatot hibáztatni, hogy miért jött ő ide. A könyvet egyébként úgy próbáltam megírni, hogy különböző tudományágaknak az eredményeit is beépítsem, mert persze nem szájbarágosan, hanem elég volt, hogy nekem irányt adjon. Úgyhogy például az, hogy az ember az idegenektől idegenkedik, ez ugye már magában a szóban is benne van, hogy a magyar kifejezésben, az egy teljesen természetes dolog. Tehát ősidők óta az evolúció az úgy alakult, hogy a túlélésnek az volt az áloga, hogy különböző embercsoportok azok összetartottak, független attól, hogy egyetértettek-e egymással vagy sem, másokat meg kirekesztettek. Na most elkövetkezett azért egy időszak, nem, pár száz évvel ezelőtt már, amikor az emberiség eljutott odáig, hogy megtanulta, hogy azért együtt kell élni más emberekkel is. És a népvándorlások története is egyébként egy hosszú történet, tehát ugye mi magyarok se így születtünk a Kárpát-medencében, emlékszünk rá, hogy honnan vándoroltunk. Különböző hullámban ment egyébként a népvándorlás az elmúlt több száz év alatt is, tehát a középkortól kezdve mondjuk csak a 19-20. Század fordulóján 60 millió európai hagyta el Európát. Tehát ezt már el szoktuk felejteni, amikor erről beszélünk. És ez egy teljesen természetes dolog, hogy amikor az ember bajba jutott embereket lát, akkor rossz érzése van.
Nem véletlen minden vallás egyébként a könyörületről, a szeretetről szól, független attól, hogy kereszténység vagy iszlám. És az emberi reakciók ilyenkor megoszlanak. Az emberek egy része úgy érzi, hogy segíteni kell. Ugye a migrációs problémák alatt is ugye ez volt a helyzet. Hát láthatóan volt, volt aki egy gyűjtés kezdett, és akkor én is akkor pénzt adtam, és akkor azt hittem, hogy ezzel a dolog megoldható. Igen, meg gyógyszert gyűjtöttünk. És kicsit az ember a saját lelkiismeretet megnyugtatta ezzel. Csak a saját lelkiismeretet tudod megnyugtatni, mert nyilván ebben a hatalmas tengerben ennek egyébként más hatása nem nagyon lehet. És más emberek pedig másféle reakciójuk volt. Tehát ez az áldozat hibáztatás, hogy miért jöttek ide, és akkor miért csinálták ezt, és biztos. Ugye arról szól a dolog, hogy az ember a világot gyerekkorától kezdve igazságosnak hiszi. Mert erre tanítanak a mesék, meg erre tanítanak a különböző vallások, és ha abban nőttünk föl, hogy a világ igazságos, akkor aki bajba jutott, az nyilván maga tehet róla, hiszen a világ igazságos. És miközben a saját tapasztalataink alapján tudjuk, hogy ez nem igaz, tehát a világ azért nem igazságos, de ennek ellenére állandóan próbáljuk magunkat meggyőzni. Most én azt nagyon helytelen dolognak tartom, hogy azért, mert valaki segíteni akar, ezért utálják és gyűlölik, vagy valaki, aki fél, és nem akar segíteni, de áldozat, hibáztató, ezért őt elkezdik gyűlölni, mert ugye itt szakadt ketté az ország, ahelyett, hogy megpróbálnánk megérteni, hogy mi a logikája a másiknak. És akkor semmi másról nem szól a könyvben, mint arról, hogy a logikát megérteni. Igen, ez érdekes, amit mondasz egyébként, csak közben meg te olyan dolgokat is állítasz ebben a könyvben, vagy olyan dolgokat, nem azt mondom, hogy rossz, hogy számon kérsz, hanem javasolsz tulajdonképpen az olvasónak, hogy amik ugye nagyon fontosak a mai világban, az elfogadás, a megértés, a nyitottság. Közben a mi kultúránk, a nyugati kultúra sem szól egyébként másról, és nem neveli mással a gyerekeinket, mint hogy legyél te az első, hogy nyomd el a másikat, hogy győzzél te, hogy legyél te a legügyesebb, legokosabb, és jussál minél magasabbra. Tehát már a mi kultúránk sem ilyen irányba neveli a gyereket, amit te mondasz. Vagy nem így presszionálja. Hát egy harci kutya szellemben. Harci kutya szellemben neveljük a saját gyerekeinket, miközben nyilván baromi fontos lenne, amit te mondasz, csak szerintem ebben az egész könyvben van valamiféle nagyon kedves naivitás, vagy egy nagyon helyes optimizmus. Igen, ez nem naivitás, mert ugye ugyanakkor, tehát hogyha emlékszel a részre, ahol a gyereknevelésről igen. szól a dolog, ott mind a két féle mind a kétféle elképzelést a serpenyőbe rakom. Tehát ott is megpróbálom inkább összehasonlítani a két dolgot, mert ennek van magyarázata, hogy miért a versenyszellemre nevel a nyugati kultúra, mert a nyugati világ eredményességének és sikerének az egyik kulcsa az például éppen a verseny. Miközben más kultúrák erről másként gondolkodnak. Tehát mondjuk egy nagyon képletes példa. A nyugati ember az azt mondja, hogy mikor a hegymászó megmássza a Himaláját, legyőzi a hegyet. A kínai gondolkodás azt mondja, hogy hát azért abban a hegy is segített. Próbálj fölmenni 8200 méterre úgy, hogy nincs hegy. Felengedett a hegyre. Igen. Hogy együttműködés, tehát a természet és az ember együttműködése az egy másfajta gondolkodás sok keleti kultúrában, amit meg kellene tanulni. Mint ahogy én is azt gondolom, egyébként a világgazdaság már megtanította azt, hogy a verseny az bizonyos helyzetekben sokkal kevésbé eredményes, mint az együttműködés. Tehát ez is az egyik olyan klisé, amit nagyon korlátolt módon használunk, és ezt is érdemes lenne végig gondolni, mert hát erre is rengeteg egyébként szociálpszichológiai kutatás is van, de az ember a hétköznapi tapasztalatából is látja, hogy amikor erőből próbálunk megoldani valamit, az sokkal kevésbé hatékony, mint amikor az ember leül, és azt mondja, te öreg, mert üljünk már le, beszéljük ezt. Igen, ez mondjuk valószínűleg egy generációs különbség kettőnk között, de amikor én olvastam a könyvedet, akkor nekem úgy tűnt, hogy te azt mondod, vagy azt állítod, hogy szinte örüljünk, és örülnünk kellene, hogy egy ilyen korban élünk. Én még mindig azon gondolkodom, hogy atya úristen, mekkora felelősség volt két gyereket elindítani az úton, és bele szülni vagy születetni egy olyan világba, ami nem szól másról már csak az erőszakról, ahol keresztény keresztény ellen fordul, ahol keresztény az iszlám ellen fordul, az iszlám önmaga ellen fordul, hiszen az iszlámon belül is azért nagyon-nagyon sokan azon dolgoznak, hogy ellehetetlenítsék a másikat. Számomra ez akkor nem izgalmas, ez akkor ez rettenetes, félelmetes. Ez amikor te európaiként a biztonságos Európában nőttél föl, amit egyik pillanatról a másikra kihúztak
elszakadtak a lábad alól, és ha ott vagy egy reptéren, lehet, hogy fölrobbantanak, ha sétálsz, nem tudom, egy utcán, akkor lehet, hogy letarolnak hátulról egy busszal, és hiszem azt, hogy ugyanakkor a nyugati világ is az elmúlt 300 évben nagyon sok rosszat és gonosz dolgot követett el az iszlám ellen, tehát semmi nincs véletlenül, de hogy számomra ez akkor ez legkevésbé izgalmas. És a közben nálad meg azt éreztem, hogy milyen jó, hogy ebben a korban élhetünk, mert hogy ez egy nagyon izgalmas időszak a történelemnek. Van egy kínai játék, ami úgy szól, hogy legyen izgalmas életed. Igen, ami vagy ne kérd, mert megkapod. Ez a másik. Igen, ez egy kínai mondás. Jól éreztem ezt? Jól éreztem a könyvből? Azt érezted jól, hogy én azt gondoltam végig, hogy mondja a történelemnek egy olyan korszakát, ami nem volt ellentmondásos. Tehát nem mégis tudom. Az ember azt kell, hogy ünnepelj, hogy 70 éve nem volt háború Európában. Hát akkor előtte miért szültek gyereket? És akkor visszamehetünk Ádámhoz és Évához. Hát ők már látták, hogy ott valamit nagyon eltoltak a paradicsomban, és onnantól kezdve már csak a baj. És azt gondolom, hogy amikor nagy konfliktusok előtt áll a világ, akkor születnek mindig a legnagyobb gondolatok. Tehát ez mindenben így van. Ez tudományban így van, hétköznapi életben. Hát vagy nagy konfliktusok után. Hát, de hogy a nagy konfliktusok hozzák ki az emberből a gondolatot. És én azt gondolom, hogy ez egy izgalmas dolog egy olyan világban élni, amikor újra kell gondolni a világot. Annál unalmasabb nem lehet, mint svájci polgárnak lenni, ahol azt tudja senki, hogy igen, nyugodtan. Azért most többen feldobták a kezüket a levegőbe. Szeretnék olyan unalmas életet élni, mint ők. Az érdekes volt, amit mondtál, nyugati gondolkodással elfogadni a keletit, hogy nem önmagadat heréled ki egy kicsit, bocsánat a szóért, amikor azt mondod, hogy elfogadom azt a másikat, de nekem abban kell megfelelnem, hogy taposnom kell, amit itt fölvázoltunk. Nem kell, én soha nem tapostam, én nem tudom. Nem feltétlen kell. Szerintem én se egy gyerekeimet se neveltem arra, hogy tapossanak. Ez egy belső motiváció, és nem is működik. Én a saját pályámon is azt láttam, hogy akik elkezdtek az elején taposni, miközben én ott szerényen álltam, meg nem tudom, szorongva álltam a sarokban, azok az első egy-két évben nagyon hasítottak, aztán utána ez már mikor bújt el a szorongás? Mikor nem bújt el, a szorongás az úgy bújt el, ez nagyon érdekes, ugye én rádióba kezdtem én is, és akkor miközben ott mindenki nyomult rettenetesen, hogy a 20 másodperceket szállítsa a különböző műsorokban, nem is említem a nevüket a műsoroknak, és akkor egy ilyen öreg kollégám azt mondta, hogy te miért nem, és mondom, mert nem tudom, én arra várok, hogy hát ha jobb leszek majd, meg amikor már kicsit jobban megy, és akkor azt mondta, hogy hát olvasd el a Nietzsétől a Zarathustrát, ami arról szól, hogy fölment a hegyre, és azt mondta, hogy majd akkor jön le, hogyha már annyira a gondolatai megérnek, és soha nem jött le. És hát ha nem kezded el, akkor ez nem fog menni, és nem baj, hogyha kudarcot szenvedsz. Tehát a gondolkodásmód is más, tehát ez az egész kudarcos gondolkodás, amit annak idején nekem a Marci bácsi mondta, hogy fogadjam el a kudarcot, ez beépült a pszichológiába, tehát ez a versenyszellem se igaz már, ezt is csak úgy mondjuk. Hát ma már mindenki azt tanítja a gyerekének, hogy nem baj, néha az ember hibázik, és tanulhat a hibájából is. Tehát azért okosodik az emberiség. És mit mondasz azokra a hangokra, akik nyilván elolvasták a könyvedet, és ezt is megkérdezték tőled, hogy oké, hogy a keresztény Európa sokszor nyitott, oké, hogy a keresztény Európa egy ideig azt mondta, hogy gyertek, vagy ha kézzelfogható dolgot nézünk, akkor megnézzük mondjuk Merkelt, aki azt mondta, hogy igen, jöjjön be akár 1 millió. És közben sokszor az a tapasztalat, hogy a menekültek között sokszor valóban vannak nagyon értékes és olyan emberek, akik valójában egyfajta értéket képviselnek, és nem azt mondom, hogy a többi értéktelen, de közben van egy olyan széles réteg, aki közben nem akar integrálódni, aki nem akarja megismerni az európai kultúrát, aki elvár tőlünk segítséget, de közben azért azt tapasztalod, hogy semmiféle nyitottság nincs az ő irányából. Ugye te egy közös gondolkodásra szólítod az olvasót, ami arról szólna, hogy az is segít, és az is nyitott, ahova jönnek, és én is nyitott vagyok, de maga ez a felfogás, ez... Ha mondjuk az iszlámot nézzük, azért ez nem mindig igaz. Én és nagyon-nagyon nagyon nagy különbség van például nyitottságban, vagy elfogadáson az iszlám és a kereszténység között. Mindegy, ezen is lehet vitatkozni. Én nem mondom azt, hogy nyissák ki a határokat. Én a könyvben is azt írom, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy minden kultúra próbálja védeni magát, hogy minden ország védi a saját államhatárait, hogy nem nyitja ki, hogy nem lehet csőstől bevándorolni, hogy a tömeges bevándorlás. Jó, de valami megoldásra csak kell jutni, vagy valami konklúziót hát csak így. Kell találni. Igen, nem hát nekünk, az De én azt gondolom, hogy eddig a népvándorlásokat soha nem sikerült határokkal lassítani megoldani. Lassítani lehetett, késleltetni lehetett. Igen, ott a helyszínen kell megoldani. Tehát én egyetértek azzal, hogy független attól, hogy sok mindennel nem értek egyet, akik hasonló gondolatokat fogalmaznak, még csak nem látom az erőfeszítését a világnak,
hogy ott a helyszínen próbálja megoldani, mert ezek az emberek nem jó kedvükbe indultak neki a világnak. Hát mindenki jobb szeret ott élni. Jó, hát ahol... most azért ott zajlik egy háború. Hát aminek... azért mondom, hát a háborút kellene megszüntetni, óriási beruházásokat na, kellene most ott folytatni. Most ennek nálunk azért, tehát hogy most azt halljuk a hírekbe, azt látjuk a televízióba, igen, hogy az iszlám állam visszaszorul egyes városokban. Visszaszorul, miközben az oroszok meg az amerikaiak nem tudnak megállapodni ott a helyi konfliktusokban. Tehát nyilván ez egy nagyon-nagyon sok összetevőből áll, és én nem mondom azt, sőt, egyáltalán nem mondom azt, hogy tágra kell nyitni a határokat, és hogy ne lehetne ezt törvények közé szorítani. Nyilván, aki menekült, hát aki menekült, azt segíteni kell, mert az ember segíteni próbál. De ez nem jelenti azt, hogy akkor ott kell maradni abban az országban. A bevándorlás meg minden épp elmélyű ország az valahogy korlátozza, és megpróbálja szabályok közé szorítani. Tehát én ezzel tökéletesen egyetértek. Én hosszú távúlag gondolom azt, hogy a világnak végig kell gondolni azt, hogy ilyen konfliktusok ne jöjjenek létre, mert mindig később jut eszébe. Tehát mindig világháborúk után és nagy összecsapások után jut az eszébe. És kérdezett, hogy miért vagyok optimista? Azért vagyok optimista, mert nincs B-változat. Igen, de igen. Tulajdonképpen igen, saját jó, magunk lehetősége vagyunk, tehát vagy megmentjük önmagunkat, és mindenkit vagy elpusztítjuk, ez a kettő verzió van, igen. Volt egy nagyon helyes mondatod a könyvben, ami nagyon tetszett, amikor azt mondtad, hogy mindenkinek ott kéne élni, ahol fel tudja idegesíteni magát. Én 40 évesen vettem észre magamon, hogy sokkal több mindenen tudom már felidegesíteni magam, mint 30 évesen. Akkor te naponta hányszor vagy ideges? Hát nem, ezzel nem arra akarok, hogy sokkal öregebb vagy, mint én, csak hogy... Elmúlik a dolog, tehát 40 éves koráig ideges, és utána egyszer csak rájön, hogy azt nem érdemes idegeskedni. Rettenetesen érzékeny lesz az ember mindenre, ami történik ebben az országban, és naponta úgy mész az, hogy kicsit ezen dühöksz, kicsit azon dühöksz, kicsit ezen húzod fel magad, mert nem látod a valódi megoldást. Igen, de ez azt jelenti, hogy fontos neked. Én azért, a mondat azért szól így, hogy ott kell élni, ahol az ember fölidegesíti magát, mert ez azt jelenti, hogy akkor az fontos neked. De erre az apropóra Magyarország jelen pillanatban most egy remek hely. Abszolút alkalmas. Annyira úgy érezheted, hogy így jól vagy. Igen. És egy idő után ez csökken, vagy elmúlik? Vagy az ember azt mondja, hogy már nem éri meg? Én is felszívom magam egyébként elég gyakran, csak én próbálom magam. Hát olyan keleti kultúra tudott hatása, hogy és akkor a zen, meg lenyugtatom magam. Meg. Nem, hát azért nem mindig megy, de az ember egy idő után hozzászokik. Meg én mindig próbálok arra gondolni, hogy soha nem volt jobb. Tehát mindig saját magunk, tehát minden korszakban minden ember azt hiszi, hogy ilyen rémes, ilyen borzalmas még soha nem volt. Mindegyik borzalmas. Igen, hát csak nyilván az ember önző. Azt éli meg a borzalmasnak, hát amiben szeretne, él, igen, vagy élnek a gyerekeim. De meg, hogy voltak olyan időszakok, ugye, nem tudom, mondjuk a rendszerváltozás idején, amikor azt hittük, hogy jobb lesz. Tehát a Kádár korszak végén azt hittük, hogy az nem jön már vissza. Igen. És ugye mindig vannak ilyen periódusok, az ember mindig azt várja, hogy majd jobb lesz, és erről az jut eszembe, amit a Sándor Gyuri a humoralista, emlékszem, még egyetemisták voltak, és akkor az egyetemi színpadon az egyik ilyen, ő volt az első igazi stand-upos. És akkor azt mondta Gyuri, hogy kis dobosok, úttörő, tiétek a jövő. Úgy volt, hogy a miénk lesz. Igen. Hát, na most, hogy ez olyan, mint a gyereknevelés. És kicsi, ezt, akkor ezt élem át legyen. Állandóan, hogy 10 évente mindig mondják, hogy majd a fiataloké a jövő, meg nekünk is ezt mondták, hát úgy látszik a jövő kitolódik. Te nagyon sok országban éltél, nagyon sok kultúrát megismertél, nagyon sok vallással találkoztál. Volt olyan, amit te be tudtál építeni úgy a mindennapjaid, vagy a rítusaid része lett? Akár a buddhizmusból, a hinduizmusból, az iszlámból, ami azt mondtad, hogy igen, egy meditációs módszer, egy szokás, egy napi olyan 3 perc, ami neked úgy épült be, mintha egy kicsit azon vallás részese lennél? Hát, amit a család is megszenvedett, az mindig a kaja volt, mert ahonnan éppen hazajöttem ilyen forgatás alapján, akkor, vagy utána, akkor utána a családnak az kellett hosszú ideig enni, és akkor ez úgy be is épült. Tehát, hogyha hát nincs ott a sem, tehát a kuszkusztól kezdve egy csomó minden, ugye az nálunk a napi rutinnak a része, és úgy meg is szerette a család akarva. Tehát maga az evés régen a családnak egy fontos szertartása volt, hát, amikor abszolút, leültünk, igen, és ott ült a család, ott ültek a gyerekek, és azt mondták, hogy most eszünk és beszélgetünk, és nem a tévé ment, hanem a család este összegyűlt, igen, beszélgetni. Igen, hát ebből indult a Deszter. Így van. Ant a Deszter című műsornak az volt az alapja, amikor én ezt kitaláltam, hogy akkor végig gondoltam, hogy melyek azok a körülmények, ahol az ember tényleg oldottan tud beszélgetni, és akkor a családi, meg baráti kaják jutottak. De a fő kajából kihagytatok, szemétmódon mindig csak a desszertnél kapcsolódtunk be hozzá. Igen, de mindenki evett. Tehát a műsoron indult, amikor igen, ugye a desszertnél voltatok, érdekes, én emlékszem. Azt mondtam, hogy én csak természetes körülmények között tudok dolgozni. Igen. Tehát ez a tévéműsorokra is ugyanígy érvényes volt, és ott nem csak mi ettünk az asztalnál, akik a műsor vendégei voltunk, hanem a körbeülő vendégek az étteremben, azok ugyanúgy kaját kaptak.
Na, de hát az benne volt a költségvetésben, hogy oda... De akkor még nem voltak. Igen, igen. Na, akik vendégek voltak, jelentkeztek, voltak köztük ismerősök, meg voltak, akik jelentkeztek, hogy szeretnének az adásban részt venni, azok ugyanúgy együtt kajáltak. Na most a közös kajálásnak, ahogy mondod, ez a sok rítus közül az egyik, aminek spirituális tartalma is volt, hogyha úgy tetszik. Most én a könyvben pont azt hiányolom, és egyébként a konfliktusok egyike, ami mondjuk például a feltörekvő világ, vagy nem tudom, például az iszlám világot és Európát elválasztja, vagy a keleti világot és Európát elválasztja, az, hogy náluk még ez a fajta spiritualitás sokkal jobban él, tehát hogy a hétköznapok része, ami a nyugati világban kezd kifogni, vagy kihújni, és legfeljebb a felszíne marad meg, tehát azt hiszem, hogy a gyereket megkeresztelik ugyan, meg van templomi esküvő, de azért, hogyha a mélyén megkapargatjuk, hogy tényleg úgy élnek-e, ahogy egy kereszténynek élnie kell, akkor azért kiderülne, hogy a dolgok nem úgy működnek, és ezekben az országokban, meg ezekben a kultúrákban a spiritualitásnak még sokkal mélyebb gyökerei csak vannak. Segíts nekem, és azon hallgatóknak, akik... És magamat nem azért sorolom ide, mert én is így gondolom, csak azért, hogy egyszerűen érdekel a dolog. Hogy ma azért az iszlámmal kapcsolatban rengeteg az előítélet. Hogy legyen úgy akár egy hétköznapi magyar ember, aki nem biztos, hogy elolvassa a könyvedet. Aki azt hallja, hogy iszlám, semmi más nem jut eszébe, sajnos, közben egy nagyon értékes, egy nagyon régre visszanyúló, nagyon fontos kultúráról beszélünk, mint hogy a robbantás, az erőszak, a nők megerőszakolása, akár itt Európában életek kioltása. Hogy tud úgy nyitott lenni, és talán ennek a beszélgetésnek is ez lehet a fő mottója, hogy ezt egyrésztről, ami ránk ömlik a különböző médiumokból, az újságokból és a valóságból, mert hogy itt azért ne felejtjük el, hogy ez most már a valóság, ami Európában történik, azt mondani, hogy az iszlám egy radikális része, de érdekel, de nyitottá válok, de megpróbálom megismerni, befogadni, és megpróbálok kérdéseket feltenni, és nem azonnal elítélni. Nem? Hát ha megnézzük, végeznénk egy közelmi kutatást, a magyar lakosság 80%-a azt a szót hallja, hogy iszlám, akkor tudjuk, hogy nagyjából mi a válasz. Sajnos erre az iszlámban egy teljesen radikális elkülön tehát fanatikus vallási értelmezés erre okot is ad. Hogy legyünk mi nyitottak? Vagy hogy legyen a magyar ember nyitott? Miközben ezt látja itt Európában. Hát valószínűleg nem kéne azonosítani az iszlámot a radikális pár tízezerrel, ha azt mondjuk, hogy pár százezer, még akkor is az 1,6 milliárd iszlám hitűről beszélünk, persze, akik a csendes óceántól az Atlanti óceánig élnek. Most ezeknek töredéke az, aki radikális, persze tele van a sajtó vele, mert tőlük félünk a legjobban, és nyilván a világnak joga van, meg hát oka van arra, hogy féljen ezektől az emberektől. Az iszlámon belül óriási csata van. Tehát én most nem szeretnék senkit meggyőzni arról, hogy miért kell az iszlámot szeretni, de hát akkor nézzük meg, hogy hány giroszos és nem tudom micsoda meg iszlámítő ember él Budapesten. Egyik se erőszakolta meg a gyerekemet, én se az övéket, meg a feleségemet, meg a nem tudom micsoda, nem vette el a munkámat. Ha végig gondoljuk azt, hogy 150 éven keresztül a törökök, ugye Magyarország egy részét hódoltságba tartották. Iszlámosodott Magyarország? Hát elmegy az ember Erdélybe, majd erre a vidékre. Hát hol iszlámosodott? Egyébként az iszlám hát is nem volt belőle, tehát persze nem iszlámosodtunk, de ugyanakkor meg azért a kultúránk, meg Magyarország megsínylette ezt az időszakot, tehát hogy persze nagyon szép dzsámik épültek, meg minaretek, egyéb meg fürdők, de ezen kívül azért sok mindent nem köszönhetünk nekik. Én nem azt mondom, hogy köszönhetünk nekünk, csak azt mondom, hogy a dolog nem úgy alakul, ahogy általában mondani szokták, hogy akkor jönnek, és akkor onnantól kezdve mindenkinek iszlám hitűnek kell lenni, ugye, és akkor vége van a kereszténységnek. Tehát az ember elmegy arra a területre, ahol 150 évig török uralom volt akár Magyarországon, ez attól függ, hogy milyen erős egy kultúra. Tehát nem véletlen az, hogy mondjuk a Balkán az iszlám, tehát mondjuk ott sokkal erősebb hatása volt a török kultúrának. Nálunk, ahol a kereszténység és Nyugat-Európában, ahol a nyugati kereszténységnek a hatása sokkal erősebb, ott ez nem ennyire megfordítható, tehát hogy mindig a helyi viszonyokat is tekintetbe kell venni, és akkor mondjuk ugyanezt megkérdezhetnék Dél-Amerikában, ahol meg a hódítók és a misszionárisok nyomán, ugye Dél-Amerikától Mexikó felső csúcsáig, sőt egész Kaliforniáig ott végül is a katolikus vallás terjedt el. Hát őket se kérdezte senki.
Tehát a világ az mindig így működik, és miközben egymással harcolnak különböző hitek és kultúrák, közben kultúrákat adnak át egymásnak. Tehát a dolog az sokkal bonyolultabb. Tehát nem arról van szó, hogy mindig csak sínylődik az egyik oldal, a másik meg rátapos a nyakára, hanem ez egy fejlődési folyamat, ahol ami rengeteg konfliktussal jár, és ennek a fejlődési folyamatnak a konfliktusokat kéne megérteni, és azt mondani, igen, konfliktussal jár, két ember kapcsolata is konfliktussal jár, azt is megpróbáljuk megoldani, akkor ki kellene találni, hogy akkor hogy lehet a kultúrák egymás közti konfliktusát megoldani. Ha nem sikerül, akkor nagyon nagy pehünk lesz. Hallgatom, ahogy beszélsz, igen, és azt gondolom, hogy nagyon helyes ez a fajta optimista naivitás, de közben az embernek nincs B-verziója, amit te mondasz. Tehát de, a megértésen... de ez mitől naivitás? Nem a naivitásra gondolok, hanem a naivitás az azt jelenti, hogy akkor ennek nincsen szansa, vagy nem tudom, nem látom a konfliktusokat. Én abszolút látom. Csak pontosan erről van szó, amit most te is elismételtél tőlem, hogy nincs B-változat. Hogy nincs B-változat. Igen. Nem akarok a B-változatra gondolni. Tehát én azt gondolom, hogy a történetnek a vége, akár optimisták vagyunk, akár pessimisták, ugyanaz lesz. De addig jobb az optimistának. András, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Pozitív nagyon, nagyon, nagyon szeretem. Köszönjük szépen. Kepes Andrással beszélgettünk. Köszönjük. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Hallottátok a vadonatúj debreceni találmányt? Olyan jó, hogy ilyenek vannak az országban, és mindig arról szoktunk beszélni, hogy mi nincs, meg mi rossz, meg mi romlott el, meg mi nem működik. De hogy azért adjunk egy kis pozitív löketet ennek a reggelnek. Okos zebra van Debrecenben. És már most arra kérjük hallgatóinkat, hogyha valaki tudja, hogy hol van ez az okos zebra, akkor menjen már oda, vagy ha ott van közel, akkor hívjon már föl bennünket, miközben használja ezt az okos zebrát. Ugyanis képzeljétek el, első intelligens zebráját adták át Magyarországnak, és az ötlet az annyira jó, hogy nem is tudom, hogy miért nem én találtam ki. Tehát irigy vagyok arra, hogy ez nem nekem jutott eszembe. Ugye és követni állatkertben van? Nem. A zsiráf mellett. Az okos zebra. Van egy okos tevéjük, egy okos zebrájuk, és egy eredetesen okos tasmánördögük. A tasmánördögük kártyatrükköket mutogat be, az okos zebra pedig fejben számol. Nem ez van, hanem a másik zebrára gondolok, ami azt csinálja, és tényleg debreceniek, nagyon számítunk rátok, hogy oda mentek, és ezt felveszitek nekünk videón, vagy leközvetítitek, hogy mi történik, hogyha érzékeli azt, hogyha egy járókelő rálép a zebrára, és abban a pillanatban, hogy a járókelő rajta áthalad, lett sorral jelez a zebra. Hova jelez? Felvillan két oldalt egy LED sor, amit ugye ködben rosszlátási viszonyok közöttel lát. Hát apám, ez Amerika! De nem, ez nekem annyira tetszik, és olyan jó, hogy ez megtörtént, és ez nálunk történik. Egy nepel ilyen futófények oda-vissza, és akkor... Igen, és azt mondja, hogy Michael, hol vagy Michael? Jövök Michael. De nem, az a Mission Impossible. Michael, jövök már. Nem, csak egyszerűen fölvillan egy LED sor, és ha rossz látási viszonyok között mész át a zebrán, akkor se ütnek el, mert hogy az autós látja a LED sort felvillanni. Hát ez egész egyszerűen szenzációs. Hát mi ki nem lopják a egy eszembe, hogy a Széltámán tére felújításhoz. Ne legyél már mindig ennyire kommunista. Nem kommunista. Ennyire kommunista. Kommunista. Ennyire magyar és realista. És egy ilyen gyönyörű pillanatot jó. Ne tegyünk tönkre azzal, hogy na mert most aztán majd ezt is ellopják meg, nem tudom. Adjunk neki esélyt, hogy legalább működni fog, és még holnap is működni fog, és nem jön mindig kamaz, és kitöri a ledfényeket. Nem, ott fognak állni egy svejci bicskával, és spottingatják ki a ledeket. Az a baj, megmondom neked, hogy miért nem jó. Na. Aminek te így tudsz örülni. Most ennek én annyira örültem, ez engem most feldobott, hogy van egy okos zebránk. Igen, az a baj, hogy addig villog, vagy addig nem is villog, amíg nem lépsz rá. Mert ismerve a magyar közlekedési viszonyokat, nálunk már csak akkor engednek el a zebrán, ha ráugrasz. Ugye? Tehát állsz előtte a zebra előtt, akkor nem áll meg senki. Igen, csak most mi a megfejtés, hogy? Ha addig nem villog, amíg csak ott állsz előtte, tehát azt hát már ahogy rálépsz, nyilván akkor villam föl. Akkor leteszed rá, jaj, leért, akkor jó van, most már átmehetek. Mert egyébként meg nem villog, tehát nem fogod látni, senki nem fog megállni, ott fognak állni szegény debreceniek. Na, én ezt most esküszöm, hogy nem értem, hogy mit hogy mondasz. Amíg nem lépsz rá, addig viszont nem villog, érted? Most mert mi van? Átvette te is ezt az öreg komcsi vonalat, hogy kössünk bele abba, hogy van egy villogó zebra? Én nem ezt mondtam. Miért nem akkor villog, amikor már érzékeli a gyalogot, érted? Hogy ez rossz, hanem azt, hogy meddig fog működni, mert szkeptikus vagyok. Ha rálépsz, villog.
Aha. Ebben inkább az a veszélyes, hogyha te autósként megszokod, hogy az mindig villog, és holnap széthúzzák a konnektort, ellopják a hosszabbítót, és nem villog, de közben ott lesz rajta a gyalogos. Hogy lesz ennyi a szkeptikus lipsi köcsög? Sokkal jobb negatívnak lenni. Rájöttem, igazatok van, sokkal jobb negatívnak lenni. Ez a pozitív, ez nekem nem áll jól. Egyébként is tök unalmas, hogy valamire kerülök. Sokkal jobb inkább Muppet Show-zni és öregedni, és azt mondani, hogy vigyázzatok azzal az ebrával, biztos szar! Az egyik koncs, a másik lipsa, a harmadik, meg az egészből nem ért semmi. Na, hát ha van egy hasonló zebránk valahol, amit a hallgatóink le tudnak tesztelni, le tudják nekünk fotózni, fel tudják menni videóra, azt írja egy hallgató, hogy van hasonló gönyűn a főúton is van hasonló, érted? Szereted ezt a szót? Nem, hát csak megjött, hogy nincs Budapesten, de van gönyűn. Igen. Van hát egy gyönyörű. Van a 17. kerületben is az új laki súli előtt, jó? Okos zebra, oké. Tényleg. Ezt is megírták. És akkor honnan érzik el, hogy én gyalogos vagyok, és nem autó? Tehát hogy nem villan föl, amikor átmegy rajta az autó? Mert ugye nyilván a súlynek a terhelésénél villan. Az érzékelő nem merőleges, hanem vele párhuzamosan van beépítve. Merőleges, párhuzamos. Ezeknek utána kell nézni. Érdekes szavak ezek. Mindig tanulok valamit, ma is érdemes fordulni, nem? Ja, értem, tehát, hogy nem, akkor... Nem az autóforgalom irányából vannak a célzékelők, hanem a gyalogos forgalom irányából beépítve az aszfaltba. Hát ez, gyerekek, ez egy szenzációs ötlet. Ez egy szenzációs ötlet. Úgy érzed? Tényleg, ez nekem nagyon tetszik. Az István úton is van egy ilyen átkelő, folyamatosan villog. Legalábbis autósként én így láttam. Hogy is folyamatosan villog? Hát megy állandóan. Olyan, a zebra, ilyen futófénye van a zebra. Nálunk Velencén olyan van, így folyamatosan villog, ahogy mész a főúton, és akkor jelzi, hogy ott zebra. Hát nem, ez nem menő. Kell állít. És olyan rossz. Hát tök jó. Igen. De a futófény mondjuk menőbb egy kicsit most irigykedem a debreceniekre. És ha én autósként megszokom, hogy ez mindig villan, ha van rajta gyalogos, és majd elromlik, és nem villan, akkor mi van? Tehát ez olyan, mint amikor a MÁV lenyilatkozta, hogy a fehér fény egyébként nem jelzi, hogy nem jön a vonat. Emlékeztek? Igen, így hogy annak semmi köze ahhoz, hogy mert neked körül kell nézni. Az azt jelenti, hogy működik a sorompó. De van, amikor nincs sorompó. Igen. Már hogy működik ugye a maga a villogó szerkezet. A fehér fény az azt jelenti, hogy üzemkész. Működök. Az nem azt jelenti, hogy te nyugodtan átmehetsz. Csak az, hogy működik. Ha piros, akkor már sejtheted, hogy talán jön. De ha fehér, akkor nem, is jön. Nem, a piros is azt jelzi, csak hogy kockázat. Ahogy jobban működik. Na, de ha a fehér fény villog, és közben azt jelzi, hogy működik, nem az, hogy nem jön a vonat, akkor lehet, hogy úgy jön a vonat, hogy fehér fény villog, de hát nem jó az érzékelő. Igen. És mégis villog a fehér fény. Igen, de MÁV-val óvatosan ne, hogy megint beszélgessünk. Így van, hogy legyen koltva. Jaj, nem, egy szóvő az, hogy megint jön, aztán megint rendbe tesz minket. Veterál minket. Felháborodott a helyre tesz majd, miközben egy utasnak ellopták a csomagját, de még nekik állt följebb. Imádom a MÁV-ot egyébként. Velük mindig nagyon szórakoztató beszélni. Nem? De. Mennyire belefért volna egy igen, természetesen megpróbálunk változtatni a jogszabályon, és egyébként az ellenőrt felruházunk egy olyan lehetőséggel, hogy és ebben az esetben kibővítjük a hatáskörét, és egyébként is természetesen az utasnak igaza van, és megpróbálunk mindent megtenni. Ehelyett most le lettünk teremtve, és az utas is, és mindenki hülye. Jó, most nem, de figyelj, ne vedd már előket, légy szíves, nem bácsod őket, mert maradjunk a zebránál. Jön az ősz, és csomó falevél rá fog hullani megint a sinekre. Az is igaz, jön az ősz, jön a tél, igen. Itt van egy hallgatónk, haló, jó reggelt, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Debreceni vagy? Gönyűi vagy? Igen, debreceni vagyok. És ráadásul a kislányom oda jár iskolába, ahol ez a zebra megtalálható. Ez tényleg villog? Hát ezt én imádom. Igen. Azt kell tudni az egészről, ez Debrecenben, hogy az István úton van ez a zebra. Olyan helyen, tényleg nagyon jó helyet találtam meg kivételesen, mert több iskola, általános iskola, óvoda, középiskola van, a lakótelepen. És nagyon forgalmas a zebra, és sajnos már egy baleset is volt ott. Ezt úgy kell elképzelni, és ezt a zebrát, ahogyan vannak a fehér csíkok az úttesten, azoknak a végeiben mind a két oldalról be van építve a padlóba egy ilyen lett sor, ami végül is úgy néz ki, mint amik vannak az utakon ezek a fényvisszaverő kis macskaszemek beépítve, ugye több helyen az országban. És mind a két oldalt, ahogy érkezünk a zebrához, ilyen egy-másfél méterre ilyen fototella kapu van lerakva, és ahogy azon áthaladunk, elkezd villogni. Nagyon jó. A határt nem kell rá lelépni. Nem. Már ahogy közeledünk hozzá a villog. Ezzel csak egyetlen egy szépség kiva van, hogy ugye annyira újdonság, hogy az autóvetők figyelmét elvonja maga a LED agyalogatot. Hello! Nézd már, villog! Sem, hogy villog! Igen, megvan őszintén, nekem is én sem figyeltem, én is azért erősebbet fékeztem, mert hogy te jó villogja, és egy gyalogos.
Szóval végülis nem rossz a kezdeményezés. Biztos hasznos. Uh-huh. Már most legalábbis. Ugye, ha más nem, akkor már erre azért oda figyelnek az autósok. De hát ugye az a probléma, hogy azokat az embereket, akiket eddig nem hatottam meg az ebből, ezután sem biztos, hogy meg fogja hatni. Hát persze, nyilván most, aki nem akar, az nem lasszik. Csak azért ez egy tök jó dolog, tehát erről érdemes. Igen. Bár én hozzátenném, hogy most Debrecenben még másik két helyen csináltak egy másik fajtát is, addig a zebránál, az is ilyen érzékelős, az viszont egy ilyen oszlopon két sávval ezt kezd el villogni. Igen. De viszont az is érzékelős. De azt jó. Írják, hogy Gönyön is ilyen van. Igen. Ugye ez is egy új fejlesztés, hát most itt tesztelgetnek. Na jó, hát köszi, hogy elmondtad, ez tök jó. Hát szerintem ezek jó dolgok, hát erről érdemes beszélni. Hát ez mind azt szolgálja, hogy biztonságosabban közlekedjenek a gyerekeink. Ez tök jó, szerintem. Laci. Igen, műsorolnak. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy kicsi országunk tele van mindenféle olyan új dologgal, amit nem is tudunk, hogy írjátok már meg nekünk tényleg, hogy a ti lakókörnyezetetekben, a kis városkátokban, falvatokban mi olyan új dolog van, ami egy okos játszótér, egy okos mászóka, tényleg egy okos zebra, bármi, ami igazán tényleg ti nagyon szerettek, de hogy valahogy nem lett híre, és mégis baromira működik, jó, és nincs nagyon máshol. Mondom. Ez egy érdekesség, egy büszkeség, bármi, amire ti ott lokálpatriótaként büszkék vagytok. Jó a dolog, működik, és nem nagyon láttátok máshol. Mondom nektek a sukorói zsenit, ugye ez mellettünk lévő egy falu. Már jó, kezdődik a sukorói zseni, már jó. Figyelj, megküldöd a kocsit a sukoró bevezető táblán, tehát 50-nél többet mész körülbelül 300 métert, és piros a lámpa. És ki van írva, hogy ön túl gyorsan hajtott be a faluba, ezért bünti, piros lámpa, várja meg. Két esetben van piros lámpa, egy darab lámpa van egész sukoró kellős közepén, ez ugye egy főút, ami keresztül megy a falun, egy darab piros lámpa van, ez egy zebra, nincs ott senki, tehát két esetben kaphatsz pirosat, ha jön a gyalogos és jelez, hogy át akar menni, vagy túl gyorsan jöttél be a faluba, akkor 30 másodperc büntiben vagy. Berak egy ilyen penáltira, hogy akkor egy 30 másodpercet pihenjél. Tényleg, meg gyorsan mentél. Ön vagy túl gyorsan jött, vagy gyalogos akar átkelni piros. És ez milyen okos egyébként, mert rájössz, ha többször mész ott, ha egyszer mész, egyszer megszívod, nem törődsz vele, de ha többször mész ott, rájössz, hogy azon a falun keresztül nincs értelme rohanni, mert úgyis megfog a lámpa. Tehát akik ott laknak, végig mindig lassan fognak menni. Így van, 50-nel mész be a faluba, és tartod is, mert egyébként ilyenkor olyan féltékeny vagyok, hogy miért nem te? Hogy ezt még nem én találtam ki, mennyire egyszerű ötlet, és mennyire jó. Gyorsan mész? Álljál fél percet a piros lámpánál, nem? Ez tök jó. Hát ez tök jó. És valóban tényleg, akik ott laknak, már nem fognak gyorsan, mert azt mondják, Józsi, ne olyan, úgyis megfog a lámpa, sietsz. És lassan mennek. Ez menő. Ez jó. Tudok olyan települést, ahol van olyan érzékelő, hogy ha nem megfelelő helyre fizeted be a taót, egy évig nem indulhatsz közbeszerzésen. Na, megint ez. Megint itt vagyunk. Ezek jók egyébként, okosak. Okosak, igen. Na, drága hallgatók, ezt írjátok meg nekünk, ami Feri is mond, hogy ahol ti laktok, tényleg van-e valami olyan, ami egyénivé teszi a ti kis falvatokat, városatokat, lakókörnyezeteteket, és mi nem tudunk róla, de van egy olyan okosan jól működő ötlet, épület, építmény, bármi tényleg, közterület, ahol valami olyan, valami máshol nincs. Egyrészt hagyd lopjuk el ezeket az ötleteket, kettő, hagyd legyünk büszkék arra a kis falura településre, hogy miket találtok ki. Hogy nézzük valaminek a jó oldalát, nem mindig csak keseregjünk, hogy mennyi minden nem működik ebben az országban, nem? Pozitívnak. Igen. Legyen ez majd egy ilyen pozitívnak, hogy megírhatják nekünk a hallgatók. Nem, mit tudom, nálam van egy okos mászóka, és a fejen leesett gyerekeket megszámolja. Igen, és oda mész, és látod, hogy ma már 20 gyerek leesett, akkor leveszed a gyerekedet a mászókáról, mert az egy veszélyes mászóka, meg egyébként is a felét ellopták, és közpénzbe épít, de nem tették bele a mókus kereket, rohadjanak meg. Vagy van egy okos körzeti megbízott. Vagy... Ja. Igen. Tehát így kezdjétek az SMS-t, hogy a mi büszkeségünk, és akkor írjátok meg. De most ne az legyen, aki nem tudom, az Éva Bermudot issza, nem tudom, milyen bár előtt reggel 6 óra körül, és ott áll, tehát hogy nem ilyen büszkeségre gondolunk, hanem valódi büszkeségre. Szőtligeten is van piros lámpás sebességmérő, amit az óriás mond. Na, ez jó. Igen, ilyeneket írjatok. Hogy Derka néni a biotrafi. Egy kicsit hadd irigykedjünk rátok, és hadd vegyenek át falvak, városok igen. Egymástól úgy ötleteket, hogy de jó, hallottad, hogy mi van Veszprémben, hallottad, hogy mi van, nem tudom, vértesszőlősön, vagy hallottad, hogy mi van, nem tudom, Fertődön, csináljuk már meg mi is. És akkor hát, ha megcsinálják. Igen. Jó, ez jó lehet.
Nem, most elgondolkodtam rajta, hogy vajon mi lehet azokkal a kapukkal, amiket teszteltek itt a Ferenc körúton egy pár hónapon keresztül, vagy vajon most már berosdásodtak valami raktárba? Vagy? A metró kapukra gondolsz? Persze. Hát lát, az nem jött be, eltatték el. Már be? Megint kommunista vagy? Nem tudom, nem működött. Nem, még mindig. Mondom, pozitív dolgokat, amik működnek és jók. Hát most nem érdekel egy 6 milliárdért megvásárolt beengedő kapu, amit egyébként a felét lenyúlták, ezt berakták valami ószereshez, és azóta eladták nehézfémnek. Hát pozitív dolgokat várok. Árja, erre most jössz a beengedő kapuval. Nem is jövök itt a megkeseredett konfliktumában. Jössz itt megint ezzel a mapetes dumával, érted, a beengedő kapu. Hát mondom, hogy úgy kezdik az SMS-t, hogy a mi büszkeségünk. A mi büszkeségünk a beengedő kapu. Lehet, nem az. Hát hol a mi büszkeségünk, a nem működő, nagyon sok pénzbe kerülő tesztkapu, amit teszteltek egy ideig, majd aztán rájöttél, hogy sose lesz a metrón beengedőre. Hát vagy most vagyok jelenleg a kiértékelés. Na, írjatok nekünk, drága hallgatók, jó? Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Na nézzük a büszkeségeket, mert nagyon jó SMS-ek vannak egyébként, hogy mit írnak hallgatóink. Nagy többségük nem vette komolyan ezt a témát, amit picit sajnálok, de nagyon jó büszkeségeket küldtek egyébként, reflektálva arra, hogy milyen is ez az ország. Ugye arról beszélgettünk, hogy írjátok meg, hogy nálatok a ti településeteken, falvatokban milyen olyan büszkeség van, mint például ez a villogó fotocellás zebra, ami nagyon jó. Azt mondja, hogy Szegeden a háromsávos körforgalma LED lámpán vannak felszerelve, és arra világít, amerre lehet menni, ez tök jó. A mi büszkeségünk karcak templomtető vércsehang, hogy ne szarják le a galambok. Vércsehangot ad a templom. Vércsehangot ad a templom. De figyelj, milyen pozitív események jönnek. Miskolcnak van egy darab kicsit értelmesebb rendőre, büszkék vagyunk rá. A mi büszkeségünk a faluban az okos postás, a bajszos Bözsi. Ő mindig tudja, kinek a felesége és férje, ki mikor, kivel hemperget. Nálunk Kecskeméten okos benzinkutolajok vannak, mert a benzin etanollal higítják. A megengedett 10% keret 50%-kal hozzáteszem, ez nem a legjobb az autóknak és a motornak, sajnos ilyen a mi kis országunk. A mi büszkeségünk a falunkban a batyusolik a néni. Hát akar kelni az úton, egyszerűen a nyakába emeli a szoknyáját, nem megállsz, megfordulsz. Vagy tolni kezdesz. Arló büszkesége egy intelligens üdvözlőrendszer. Egy bácsi kint ül a háza előtt egy műanyag széken a falu elején, és integet minden arra járó utasnak. A legaranyosabb. Nagyon jó. A mi büszkeségünk Jászberény előtti valamelyik kis faluban életnagyságú papír rendőr autó van a falu tábla után, mindig azt hiszük mérnek, ritkán járunk arra, Beatrix küldte nekünk. A mi büszkeségünk az érdi duplasávos körforgalom, 2 éve képtelen jól használni, aki először látja. Csepelen van egy okos szomszédom, megütném, ő a mi büszkeségünk, ennyi, érte nekünk, Szaty. A mi büszkeségünk, nálunk a 9. kerületben okos eladó van, ha közelítek a bolthoz, készül a kávé. Ugye? Tehát milyen pozitív események. Nálunk villog a zebra, és egy okos dolog nincs, de van egy polgármester, aki okosba sok mindent megold pénzes befektetőknek. A Mezőfalván a sebességjelző tábla, ami minden javítás után körülbelül egy napot sem működik. És a büszkeség még a lány, akibe szerelmes vagy. Írja nekünk egy hallgató. A Kiskunhalasi új szökőkút, ami büszkeségünk, oda járnak nyáron fürdeni, gyönyörű. Gabó 82 küldte nekünk. Karcagon van okos aszfalt, ha gyorsan mész, szétveri a futóművet. Zseni vagy. Teljesen pozitív a ma reggel. A szomszéd településen valami büszkeségünk, egy zebra az éles kanyar közepén, a gyalogos kimegy középig, és csak ott látja, hogy jön-e autó. Gyönyörű. Ásványdáró büszkesége a polgármester asszony, nagyon-nagyon csinos milf. Keresen. Szolnokon beszélő buszmegállók vannak, az milyen? Na végre valami igazi büszkeség. Nem tudom, mit mond. Késik a busz. Tarts ki. Ne fagyj meg. Megöllem! Igen. Nálunk okos rendőr van, ha odaérsz a zebrához, veled együtt lép le. A mi büszkeségünk a falu elején és végén van egy trafidoboz, méri a kettő közötti áthaladással eltöltött időt, kiszámolja az átlagsebességet és büntet, ha túllépted, nincs gyors hajtás a faluban. Na, ez végre valami pozitív. Ez okos, ez tényleg az. Nálunk egy nagyon jól működő szomszéd van, ő a mi büszkeségünk, egy nagy terepjárója van, amire vett egy hótoló lapátot, és télen, amikor leesik a hó, hivatalos hókotró. Csak az a baj, hogy napok múlva jelenik meg, végigmegy az utcákon és elkotorja a havat. Ennek ellenére én nagyon büszke vagyok rá. Kata elküldte nekünk az SMS-t. De legalább megjelenik. Igen. Azt mondja, a mi büszkeségünk a 16. kerületben a Ferenc utcai futómű tesztpálya és autószelektáló működési elve a közel 30 cm mély gödrökkel kiszűrik a hitvány futóművet és a nem offroad autókat. Itt sokan gyalog járnak haza.
milyen jó országban élünk, nem? Okos. De tényleg jókat írnak, hogy így összeszeditek magatokat ilyenkor, amikor mi is mondjuk, hogy pozitív dolgok jöjjenek végre. Ugye, jött kettő, azt hiszem. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Balogh Ottó megérkezett hozzánk. Jó reggelt kívánunk! Hát kívánok, üdvözlőre, kedves jó. Már csak azért is, mert ki tudja, hogy hívhatunk-e tavasszal? Így, ki tudja, hogy mi lesz tavasszal. Mindig úgy jön. Lassz FM végére gondolsz, hogy az iditarod veszélyességére. Az iditarodra, én már nem gondolok ennek a végére. Milyen jó képbe vagy akkor azért itt a közéleti eseményekkel? Igen, hát ezt olvastam, és sajnálattal tudtam, de drukkolunk mindannyian, hogy megmaradjon az a... Mi máshova nem hívtak még? Vagy? Másik rádióban. Nem, sehol nem szeretnék ennyire. Ja, sehol nem ilyen finom a gépi kávé. Ez igaz. De drága vagy, hogy rukkolsz nekünk. Köszönjük szépen. Névrokonok vagyunk, tudtad? Most mondtad, és nagyon meglepődtem, mert igen. Nem tudtam rólad. Nekem a harmadik nevem az Otto. Igen. Nekem a második. Ott. Szereted? Szereted? Én szeretem. Tényleg, figyelj, tényleg ezt hallgatjuk. Hogy... Kicsit, mert körbe szimatoljuk a vendéggel egymást. Hát az mindig kell, nem lehet egyből bele, hány kilométer az iditáról. Mindjárt beszélünk róla. Szereted az Otit? De most csak kérdezem, tényleg? Nekem az Otikával volt bajom. Otika, én is voltam ilyen Otika. Az nagyon sok bajom volt gyerekkoromban, de az Oti az úgy családilag rendben volt, és mindig az iskolában, vagy a szakmában, vagy a munkáim mindig Otto voltam, de már 6 éves korom volt az elemi osztályban is Otto, meg az üzleti életben is Otto, családban meg Oti. Van valaki, akit 2016-ban még Ottónak neveznek el? A szülőszobán ránéz és azt mondja, hogy legyen Ottó. Szerintem, ami nekünk nagyjából... Is van még. Hát jó, igen, de azért ez még mindig sűrű. Az Ottó az olyan ritka. Szerintem azt kihalva. Az utolsó Otti képviselője vagyok. Ez tök jó, mert édesapám Ottó, anyukám Erzsébet, úgyhogy a legjobb neveket. Nekem a nagymamám Erzsébet. Figyelj, gyönyörű név, hát nekem a drága nagymamám volt Erzsébet. Nagy méretű anya egy nincsen rajtad, véletlen valahol a testedben. Egyébként van, tehát most ez... Követed a képémet az Instagram? Mert hogy Balázsnak egy is van, még egy párhuzam. A kezemben van egy óriási ilyen. Női fejlőmmel hogy állsz? Szoktad őket nózizni? Na nem. Igen. Nem többször talált meg a feleségem úgy, hogy női fehér neműt húztam a fejemre, és ültem a karlomszobába. Azt hittem sapka, azt hittem sapka! Kicsim. Azt hiszem jobban felkeltenek készüljek el a mai reggelre. Jó, figyelj, csak azért, hogy érezd, hogy hova jöttél, de te már voltál nálunk, hogy rutinos szereplő vagy. Na, oké, akkor amiért meghívtunk, beszéljünk akkor erről. Hát mi már a legutolsó beszélgetésen is elképedve hallgattuk azon adatokat, amit te ugye az iditarodról mondtál, de feltételezzük azt, hogy azért nem mindenki hallotta vagy hallgathatta meg azt a beszélgetést. Ezért megismételjük a beszélgetést, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Már indítom is. Na, iditarod, ugye ez a világ legnagyobb kutya szánhúzó verseny, csak azért mondom, hogy számunkra most már egyébként triviálisá vált dolgokat azért tegyünk úgy tisztába, hogy bízunk abban, hogy sok új hallgatónk is van. Ugye ez tulajdonképpen ebben a sportágban, ahogy szokták mondani, a korona ékszer, a versenyek versenye. Egy-két adatot csak arról, mielőtt belevágnánk abba, hogy készültél el, hogy miről is szól ez, és hogy hány kilométer és hány nap alatt teszitek meg, csak hogy mindenki felvegye a fonalat, hogy azért ez nem akármilyen teljesítmény. Ez egy Alaszka teljesen átszelő verseny, Alaszka pedig körülbelül majdnem akkora, mint Európa, tehát ez egy 1800 kilométer, úgy szoktam mondani, hogy Debrecenbe felülünk a kutyaszánra és Londonban szállunk le, miközben olyan helyeken haladunk keresztül, ahol nincsen semmilyen település, és semmilyen külső segítséget nem fogadhatunk el. Erről szó az iditarodin már 45. éve lesz a mostani márciusi, amelyiken én is indulok, és minden egyes március első hétvégén ezt elindítják. Magyar versenyző még nem volt, és büszke vagyok arra, hogy ilyen lettek az első. Ugye nagyon helyes és romantikus, akár így is lehet mondani a te történeted, mert hogy talán mindannyian emlékszünk azon olvasási élményünkre, amit ugye Jack London a vadon szava jelentett, ezt mindenki elolvasta, volt ebből ugye film is, és hogy te már ott tudtad 6 évesen, hogy te majd egyszer, ha nem is ezen a versenyen, nem biztos, hogy erről tudtál, de egyszer egy ilyenen el akarsz indulni. Igen, 6 éves korom elég hamar váltottam a mesékről a regényekre, valahogy egyből az Egri csillagok, a Robin Hood és rögtön Jack Londonnal kezdtem, és akkor még a gyerek teljesen önfeledten álmodik, tehát nincs az, hogy mi a reális, mi a nem reális, és nekem akkor már az volt, hogy igen, Alaszkába én el akarok jutni, és ha Alaszka, akkor kutyák és kutyaszánozás, tehát ez már akkor megfogalmazódott. Még az iditarodhoz eltelt egy pár év, amikor megtudtam azt, hogy van ilyen nevű verseny, és ilyen hosszú, és tudtam, hogy ez a korona az egész alaszkai kutyaszánozásnak, akkor azt így mellé raktam az álomnak. És
akkor elteltek évek, évtizedek. Most viszont nagyon jó hallani, így a Facebookon is, ugye ez az első magyar az Iditarodon oldalam, és jönnek ezek a volt elemi osztálytársak, középiskolás osztálytársak, és mind mondták, hogy hú, én emlékszem, hogy te mondtad azt, és akkor nem tudom, a nagy szünetben, amikor osztottuk el a Lekváros kegyelet, akkor mondtad, hogy te egyszer ide elmész, de annyira jó, hogy erre emlékeznek, mert nyilván én már nem, de nekik ez így felelevenedett. Felelevenedett. Köszönöm szépen. Vágazd, hogy a hallgatóinknak értik, mit. Két ottóból egy biztos megoldja, úgyhogy köszönöm szépen. Igen. Na, és akkor indulsz ki tulajdonképpen, hány nap alatt teljesítitek ezt? Tehát a legjobb idő az 9 vagy 10 nap, ha jól tudom, igen, nem? Amit mentek. Igen, a nap alatt úgy kell érteni, hogy nap és éjszaka, mert a Dallas szokta mondani, akivel felkészülök, hogy az egész Iditarod az tulajdonképpen egy nap, csak 10 nap, 10 éjszaka tart általában, vagy általánosan. A legeslegjobbak azok most már 8 és fél napnál tartanak, és a legutolsó az pedig általában most a 12-13 nap körül jön be. Ugye itt van egy érdekes díj, a vörös lámpás díj, nem Amsterdamra és nem bizonyos negyedekre kell gondolni, hanem az utolsót is annyira megbecsülik, hogy ez nem egy ilyen ciki díj, nem egy ilyen citromdíj, hanem egy valós díjat adnak át neki. Ez az a vörös lámpa, amit a verseny elején meggyújtanak, mint az olimpiai lángot az olimpia elején, és ez addig ég, míg az utolsó versenyző be nem ér. A közben, akik beértek, illetve a helyi lakosok Nóméban mindvégig látják, ha az a lámpa ég, akkor még drukkolik, akkor valaki még kint van, és küzd. Hány fok van ilyenkor? Vagy amikor majd a verseny zajlik, hány fok lesz? Hát vannak hideg versenyek, vannak ilyen melegebb versenyek. A melegebb versenyeknél ilyen mínusz 20, mínusz 30. A tavaly előtt volt egy nagyon hideg verseny. Szakadva voltak a vízben. Egyébként érdekes, igen, tehát hogy a hideg versenyek mondják a mínusz 50, mínusz 55, mínusz 60 fokot. Úristen, 1800 km 9-10 nap alatt mínusz 60 fokban, tehát azért ez és napi egy órát alszunk. Tehát 20... Napi egy óra alvás. Napi egy óra. 9 nap alatt dröpke fejszámás, az kb. 9-10 órát alszottak? Ez fizikailag hogy bírja az hozzá ember? Kell tenni, hogy van egy 24 órás kötelező megálló a kutyák miatt, hogyha ezt nem számoljuk, akkor igaz, amit mondtál, és akkor tényleg a napi egy jön ki. Hát én háromnapos versenyeken kvalifikáltam erre, és akkor úgy az volt, hogy 72 óra alatt ilyen 3-4 órákat aludtam, 3,5-4,5, tehát ez jött ki egy-egy ilyen versenyre. Érdekes dolog, hogy te leasingeled a kutyákat. Igen, azt gondolom, hogy azok, akik nem alaszkaiak, azoknak nagyon más esélyük nincs is. Talán még Kanadában vagy Norvégiában vannak ilyen saját kutyával elinduló csapatok, de mindenki más, de nem tudja felkészíteni másik hajlat alatt a kutyákat, mert azok a kutyák nem lesznek alkalmasak erre. Hát ez hogy van? Ez nem arról, hogy ember-kutya bizalmas viszonyba kerül, oda mész, és ott kapsz egyszer csak 8 darab kutyát, hát neked velük együtt kell élni, lélegezni, ismerni őket, hát ez szinte a nap 24 órájában egy éves tevékenység, mire az ember oda eljut, ki a falka vezér, ki nem. Igen, 16 kutyával indulunk, és be lehet fejezni 8-al, vagy akár 6-tal is, de hozzá már nem lehet tenni ehhez a csapathoz. És ez a kapcsolatot, ezt nagyon sokan megkérdezik, ugye mindenki abból indul ki, hogy a német juhásszal, vagy a saját kutyájával milyen kapcsolatot kell kiépíteni. Itt egy picit másról van szó. A husky eleve egy kicsit mások, tehát ő, amikor befogják a szán elé, akkor olyan mértékben önti el az agyát az adrenalin, és hogy egyszerűen nem tud semmi másra gondolni, csak csaholni, és akkor... Na de az, hogy ki van elől, ki húz jól, ki a falka vezér, hát azért azt neked gazdaként tudnod kell, hogy ki a rangidős a csapatban. Ezért mentem ki tavaly is októberben, idén most egy pár héttel később megyek, de szintén már november elején kint vagyok, és márciusban van a verseny, tehát ez az összeszokás időpontja. Ugyanakkor pedig elég, hogyha valaki jól felveszi ezt az alfa viselkedés módot, amit a kutyák igazából azt szeretik, hogy biztonságot kapjanak, tehát nem agyon bubujgatni kell őket, ezeket a kutyákat, hanem azt kell érezzék, hogy a vezető az erős kezű, következetes, és emiatt biztonságban vannak az ő vezetése alatt. Most ilyen például úgy készülsz, azt olvastam, hogy 25 percig egy jeges vízben üldögélsz? Igen, van egy hideg terápia. Ugye, mert itt azért most viszonylag ahhoz képest meleg van, tehát valahogy neked erre már most el kell kezdeni felkészülni. Ez egy hideg terápia, ez igen, a neve? Van egy hideg terápia, ami arról szól, hogy az alaszkai emberek, vagy az eszkimóknak a zsírrétege az egy barna zsírsejt, tehát barna zsírsejteket termel a szervezetük. Az európaiaké pedig fehér, itt nem a bőre kell gondolni, hanem konkrétan a zsírsejtre. És egy pici tudományt is becsepészek a mai reggelbe. Ugye a fehér zsírsejt az csak energiát képes termelni, vagy átalakulni, energiával képes átalakulni, a barna zsírsejt viszont energiával és per vagy hővé. És ez a különlegesség, hogy hővé is tud, ezért melegíteni is tud. Ez nagyon fontos, hogy... Fűtő az eszkimó? Például? Igen. Tök érdekes. És a fehérből lehet barnát csinálni? Lehet barnát csinálni, ez a lényeg. Tulajdonképpen valószínűleg ők is fehér, ugye
fehér többségével születnek, viszont az a kondicionálás, hogy térről térre ilyen nehéz hideg periódusokon mennek keresztül, a szervezet elkezdi ezt átalakítani. Na most ezt próbálom én modellezni itthon, amikor csinálok egy terápiát, ami azzal kezdődik, hogy jeges arcfürdetés, mint hogy napi 5 perc, napi 10 perc, aztán ilyen jégtömböket pakolok a hasamra, a mellkasomra először még van egy vékony póló, aztán már nincs. Ilyenkor egyébként a 36 fokos bőr az lemegy 10-12 fokra. Ha nagyon elrontom, akkor 6 fok az már picit veszélyes. De ez csak a bőrnek a hőmérséklete. Ugye a kor hőmérsékletet, a törzs hőmérsékletét, hogy az most 36 egész valamennyi, ugye, az, hogyha 2 fokkal lejjebb kerül, akkor meghalsz, akkor az összes szerved megáll. Tehát megáll a veséd, megáll az összes szerved. Na most ezt ott is kint is el kellene kerülni, és pont ezért a szervezetet, ugyanúgy, mint egy bicepszet, amikor emelgetem a súlyokat, akkor ezt a szervezetet folyamatosan arra trenírozom, hogy lehűtöm, és hogyan melegíti vissza magát. Tehát ez a biceps, ez a gyakorlat, amivel emelem a súlyt, hogy lehűtöm, és a szervezetet megtanulom visszaemelnie magát, visszamelegítenie magát. Most te végig tulajdonképpen egyedül vagy. Fel lehet erre készülni? Vagy van az embernek félelme, amitől a leginkább tart egy ilyen túra alatt? Ugye beszéltünk rénszarvasokról, nem tudom, medvékről, ugye hát ott, ha te leesel a szárról igazából, akkor azért senki nincs, aki neked segítsen, nem úgy vagy, igen, mennek melletted. Kutya. Meg, igen, ellenőrző helikopter, tehát te kint vagy valahol a világ háta mögött, egyedül a mínusz 40 fokba éjjel 2-kor. Tehát senkire nem számíthatsz, csak magadra. Nyilván egyrészt csodálatos, de talán félelmetes is. Van olyan, ami az emberek egy legnagyobb félelme ilyenkor? Hát több legnagyobb félelem van. Nem örülünk a jávorszarvasnak, ami egy 900 kilós őzike és elég agresszív. Nem örülünk annak, hogyha overflow van, például ez egy ilyen vízátfolyás, amikor nagyon gyorsan hűl le a levegő, befagy a folyónak a jege, és ez kiszorítja a vizet, és ez így a víz, a jég fölé kerül. Mikor egy ilyet meglátunk, és nincs más út, akkor ezen át kell menni. Az a baj, hogy nem tudjuk, hogy ez bokáig fog érni, vagy térdig, vagy mellközépig. És a leghorosztabb... Tehát ha mínusz 30 fokba egy ilyenbe beleesel, akkor te egy perc alatt megfagy. Hát perceid vannak, valószínűleg perceid vannak, hogy ezt kezeld, ezt a helyzetet. Ezt a kutya látja, és úgy megy át rajta, hogy ő tudja, hogy az is áthúz, vagy ő nem gondolkozik, ha te belehajtod, ő belemegy. Hát egy jó kutya, igen. Tehát, hogy egy jó kutya, nyilván az ösztöne neki is az, hogy kikerülje, de van, amikor nem lehet kikerülni, és nekem sincs más esélyem, csak az, hogy belehajtom. És amikor belemegy, akkor derül ki, hogy a kutya elmerült, vagy nem merült el. Mi van, ha elmerül? Ha elmerül, akkor ő úszik, de már nem ott lehet, a szán, és de ott nem lehet visszafordítani. Tehát nem lehet az a kutya, ami belement, hogy ez egy kötél, amit én irányítok, egy kötél. Tehát az a kötél nem fog megfordulni, ez most már. És akkor egy... úszik a szán, és úszol te is. Igen, úszik a szán, én pedig valószínűleg ennél azért 2 méternél nem szoktak nagyobb vizek lenni, tehát maximum egy ilyen mellközépig érő víz, akkor végig kell tolni a szánt azon a részen. Hát, hogyha mínusz 40 fok van, és te tiszta víz vagy, akkor perceid vannak, hogy azt a túlélő csomagot, ami be van légmentesen zárva, azt kibontod, tüzet raksz, azt magadra veszed. És így a leghorrorabb sztorik, azok, nekem még nem volt ilyen szerencsére, és nem is szeretném, hogy legyen, de a legdurvább sztorik, azok ilyen történetekhez kapcsolódnak ott kint Alaszkában, amikor egy ilyen helyen. Ez úgy kell elképzelni, hogy mondjuk elment a motorosztán, lerakta ezeket a markereket, ez volt, nem tudom, este akárhánykor, rá pár órára, akkor nem volt semmi víz a jegen, éjszaka jött ez a lehűlés, és pár órával később, amikor a szánozó rajtam, hogy akkor már ezek a csillogó, ilyen kis gőzölgő vízfoltok ott vannak, ez már úgy elég ijesztő, mert akkor tudod, hogy ez erről szól, és amikor belemész ebbe, akkor derül ki, hogy mennyire mély a nyúlürege. És milyen sztori volt? Mondod, hogy ebből vannak a legszörnyűbb történetek? Hát a Dallasnak volt egy olyan története, akkor életében először ment a Yukon Questen, 23 éves volt, éppen megszületett éppen 6 hónapos volt a kis lánya, és belekerült egy ilyenbe, ahol elmerült, és mínusz 57 fok volt Celsius, és a mínusz 57 fokba belement ebbe a vízbe, elsüllyedtek a kutyák, tulajdonképpen a szán is, hát a szán az lebegett, de ő át kellett tolja végül, nem tudta kitolni a kutyák, nem tudták kihúzni, le kellett kapcsolja egyenként a kutyákat, kint meg kellett kösse, egyenként vitt át az ölébe, de akkor ő már végig derékig járt a vízbe, mínusz 57 fokba kirakta az összes kutyát, visszament a szánhoz, és eszébe jutott, hogy egy sérült kutya meg a szánba be van cipzározva. Úristen, visszarohant, kivette, pont nem süllyedt el, még az orra kint volt, akkor kimentett azt a kutyát is, tehát egyedül kihozta a szánt, ez már innentől embertelen minden, tehát hogy itt már meg kellett volna fagyjon, és akkor visszakötötte a kutyákat, fölvett egy olyan, tulajdonképpen egy olyan nadrágot, aminek csak a belső bélése volt, és fogta a hálózsákját, ami szintén be volt csomagolva, és azt magára tette, mert mindent le kellett vegyen magáról. A csizmát azt
magányta, és akkor innen volt az, hogy 4 óra volt az első checkpoint. Azt mondta, hogy innentől embertelen, tehát innentől kész, tehát ő tudta, hogy meg fog halni. És végig gondolta, hogy van egy 6 hónapos kislánya, ez a sztori ennyi volt, de legalább abba hal meg, amit szeretett csinálni. És azt mondta, hogy már nem kezdte nem érezni bokától lefel a lábát, tértől lefel a lábát, és kérdeztem, hogy hát hogy csinálni 4 óra, az rengeteg egy ilyen helyen, még akkor is, ha nem vagy vizes, és valahogy megcsinálta, és azt mondta, hogy hát ő nem nagyon spirituális, meg nem nagyon vallásos, de ott volt valami más erő, ami miatt ő végig... Ami áthajtotta ezzel. Igen. Atya úristen, meg lehet tanulni ilyen túlélési praktikákat ilyenkor, amit az ember tényleg könyvből, vagy tanfolyamon, vagy nem tudom, valaki mástól elsajátít, hogy, hogy mi van ilyenkor, vagy egyéb helyzetben? Tanulható ez valamennyire? Tanulható mindenképpen, mert én is megtanultam, és sok olyan hátránnyal indultam ebbe a versenybe, ami miatt nem élettem volna az abszolút jó jelentkező erre, hogy így első magyarként ennek nekivágjak. De miért? Mondjuk miért külön egy másik magyar, mint hát te? Azért, mert nekem például hideg allergiám van. A másik a perifériás vérkeringés. Alberto Tomba azt mondja, hogy egyébként utálom a hajat, igen, a havat, és egyébként a fehér szín a legérzékenyebb, és bántja a retinámat. Hát ériszonyos bázisugró. Családkiütéses leszel a hidegtől, -3-ban? Vagy? Az van, amikor lemegyek a Spice-ba, és mezitlábbarra a csempére rálépek, abban a pillanatban elkezdek tűszögni a hideg, a hidegérzettől. A másik a hideg... A te versenyed az iritáció. Ott a helyen, sok sikert. És a perifériás vérkeringésemről is szeretnék említést tenni, ami télen-nyáron hideg kezem, lábam. Tehát, de, és van kutyaszőr allergiám is. Na jó. Ez neked van kitalálva? És akut hóvakságot. Sokat gondolkodt, hogy mi legyen a sportod? Tudsz mondani egy-két technikát? Én érkezem, mert mit tanulnak? Hát amikor nagyon sokan, mint amit sielnek, ott is érdemes. Hogy mit érdemes ilyenkor? Vagy ilyen egy-kettő ilyen kézzel megfogható konkrétum, amit tényleg megtanultál? Igen, az első legfontosabb, hogy sokan azt gondolják, hogy fázik a kezem, meg a lábfejem, de nem azt kell bugyolálni, vagy nem az a legfontosabb, a törzshőt kell tartani, mert hogyha az rendben van, akkor az küldi a meleg vért a vértagok felé is. A szervezet nagyon okos, és azt mondja, hogy ha valamit fel kell áldozni, akkor nem a létfontosságú szerveket fogja, hanem a kezet, a lábat, ami nem annyira fontos, annak azért az ujjak vége tud megfeketedni, vagy azzal tud probléma lenni. Na most mindig a törzshőt kell öltöztetni ahhoz, hogy a kéz meg a láb rendben legyen. Ez az egyik legfontosabb szabály. A másik az, nagyon sokat kell inni, és nem kávét, és nem alkoholt, amit ugye azt gondoljuk, hogy a kávé az hogy felmelegít, vagy ébren tart, az alkohol az meg felmelegít, nem, ez csak egy pillanatnyi hatás, hosszú távon ez beszűkíti az ereket. Na most itt pont az erek szükség ellen küzdünk, és pont azt kéne tágan tartani. Ehhez képest a sok vizet kell inni, mert az tágan tartja az ereket, hogyha sok vizet. De a reggel, amikor én fölkelek a -40 fokból, a hálózsákból ki kecmergek, és ugye rögtön el kell kezdeni dolgozni. A legelső dolgom, hogy a vizet valahol termoszban nyilván magam mögött tartom, és abból minél többet iszok, amennyit bírok, hogy az ereim lehetőleg kitáguljanak. És nem alvásra, hogy készülsz modellezted itt, hogy 9 napig próbáltál napi 1-2 órát aludni? Hát azért nekem teljesen fura, hogy az ember mondjuk a 7.-8. napon hogy hoz racionális döntést úgy, hogy mögötte van egy hét napi 1 óra alvással. Erre ezt is gondolom, gyakorolni kell, vagy trenírozni magát az embernek. Van egy nagyon nehéz szakasz az iditarodon, a Happy River Steps, és az annyira durva technikailag, hogy megkértem a Dallast, hogy menjünk el oda és edzünk ott egyet, és mondta, hogy nem. Vannak olyan dolgok, amiket elég, ha a versenyen megél az ember, és ilyen az alvás hiánya is. Tehát, hogy nem modelleztem ezt itthon, ezt ott belekerülsz, és akkor valahogy csinálni kell. Bocsánat, hogy miért nem vitt el oda a Dallast, hogy azt éld meg ott, hogy legyen meglepetés? Hát, hogy az annyira nehéz, hogy azt elég, hogyha versenyen megcsinálja az ember, tehát ezen így nem megyünk többször keresztül. Egy olyan kanyarról kell ott konkrétan beszélni, amikor fönt egyenesen neki megyünk, mint hogyha itt lemennénk, de egy hirtelen kanyar balra az, ami a lejtőt megelőzi. Na most ez azért izgalmas, mert ezért nem tudod fékezni végig a kutyacsapatodat, mint mondjuk egy normál lejtő lenne, egyenesen akkor fékeznéd végig, és eleve lassan mennél bele az egészbe. De itt, hogyha a kutya pont itt kanyarodik a lejtőnél, akkor te, hogyha lefékezed, akkor leszűkíted azt a kanyarsávot, és belemész a fákba, amelyek ott szegélyezik. És ezért teljes sebességgel kell belemenjél ebbe az egyébként majdnem 90 fokos lejtőbe, és csak akkor, amikor már a szám befordult, akkor tudod fékezni, akkor meg már ezt ki akar téged csinálni, ez a csávó? Hát, ez biztos. Nem, hát pont azért nem viszi oda, vagy csak a versenyen. Ja, igen. Vagy mert mozi jegye volt. Aznapra.
Atya úristen, hát ez kemény. Nagyon kemény. Hova várod magad? Vagy az ember mit mond, a sikeres teljesítés? 90-en indulunk. Mindenki, még az arany esélyesek is azt mondják, hogy az első céljuk az, hogy ezt befejezzék éppen egészségesen ők és a kutyacsapat. Nekem is ez a célom, nekem helyelvárásom, mint olyan nincs. Szeretnék, hogyha mégis kell valamit mondani, akkor szeretnék ugye a 30. és a 60. között lenni. Azért is, mert általában 61-től 90-ig azok kiesnek és nem fejezik be a versenyt. Tehát én mindenképpen szeretném, és akkor már tulajdonképpen bárhol, a kutyacsapatom jó, én vagyok a leggyengébb láncszem, tehát tudom ezt, hogy ez mit jelent, és hát ezért van az edzés, ezért megyek ki, ezért csinálom a... Ha tehát valahol elkeveredsz, mondjuk eltévedsz, van, akit felhívjál, vagy azt mondja, hogy ott a magad ura vagy, nem megyünk, érted? Tehát aki elindul, az tudja, hogy nem mentenek senkit. Eddig 44 verseny volt elindítva, egyiken se lehetett se mobiltelefon, se tehát kétoldalú kommunikációs eszközt vinni, mert külső segítség nélkül kell megoldani a versenyt, ez a szabály. Versenyző segíthet versenyzőnek. Persze, ha eltévedtél, akkor pont arra nem jár egy versenyző sem, ez igaz. Na most lehet, hogy egyébként idén pont elindítják ezt először a verseny történetében azt, hogy legyen mobiltelefon is, ugyanis tavaly olyan dolgok történtek, hogy ilyen részek bedrogozott benszülöttek, Alaszkában elég nagy probléma az alkohol és a drog, hát így megtámadták a versenyzőket, tehát hogyha ez mind még nem lenne elég, akkor megtámadták egy ilyen motoros szánnal, ez körülbelül olyan, mint a Tour de France, amikor egy kamion próbál leszorítani a biciklit, tehát hogy ott az Alpokba az országútról, és ez az eset elég nagy média figyelmet váltott ki, és sokan reklamáltak. Ennek az eredménye, hogy valamiféle telefont lehet majd vinni, amivel valami rendőrséget ki lehet hívni, ugyanis ezt tudják, hogy a versenyzőknél nincs mobiltelefon, és hát nem tudom, hogy mennyire gondolkozik egy ilyen bedrogozott vagy részeg helyi ember. Hát annyira, mint itt. Semennyire. Így van. Tehát a lényeg az, hogy így ő azt játszotta, hogy így meg mindig úgy majdnem elüti a kutyákat, de az utolsó pillanatban elfordul. Ez egyszer nem sikerült, ott akkor meg is halt egy kutya, meg ketten. Ez a szerencsétlen versenyző meg próbált kivenni egy ilyen markert, és azzal próbálta leverni a motoroszáról. Ugye, mikor halucinál az ember, egy ideig még el se hisz, hogy ez vele történik, aztán utána próbál így valahogy. De halucinál, ez egy megszokott dolog, hogy amikor halucinál az ember, tehát ez egy teljesen megszokott dolog, így a 7.-8. napon, hogy... Hát ezt olvastam én is, hogy a 7.-8.-9. napon ez már alap, de nekem megtörtént a... Igen, mindjárt az első tábla. Volt a Copper Basin nevezető első versenyem, amikor a harmadik napján nekem már nem kellett 7.-8. napra várni, tehát a versenyem harmadik napján ez nekem már összejött. És oldalra néztem, akkor középkori várakat, piacteret láttam, várfalat, miközben csak havas fenyő volt. Mindig ez volt a referenciapont. Előre néztem, ott mindig a kutyákat láttam, az rendben volt, de oldalra néztem, akkor tuti, hogy egy középkori várost láttam, és akkor már tudtam, hogy baj van, ez volt így az utolsó 50 kilométer azon a versenyen, de akkor mindig vissza kell térni arra a kevés referenciapontra, amit látsz. A kutyának a háttára. Azt a mindenit. Hát nagyon drukkolunk ottól, komolyan mondom, ezt azért egy elképesztő nekünk hallgatni. Közben meg nagyon szép a történet, hogy valaki ennyire erősen azon dolgozzon, hogy megvalósítsa a gyerekkori álmait, mert ugye, ahogy mondtad, ez onnan indul. És amiket elmondtam, hogy milyen hátrányokból indulok, azok nem igazából tehát se dicsekedni, se sajnáltatni nem akarom magam. Az az üzenetem, hogy nincsenek olyan körülmények, amik elriaszthatnak a gyerekkori álmoktól. Hallunk aszmás olyan úszókat, akik olimpiai bajnokok lesznek, az én sztorim is csak egy ezek közül, és mindenkit biztatok arra, hogy igenis ne temess el a gyerekkori álmait, hanem menjen érte, és csinálja meg. Hideg allergiával irány Alaszka. Igen, így is van. Vállalni tudni kell. Én ezt nagyon szeretem. Csak mindenkinek mások a gyerekkori álmai, mondjuk. Nekem csak egy kubai nő. Tudod mit? És még azt sem tudod teljesíteni. Te nyomod. De legalább nem kell hidegülő fürdőben üldögélni. Sőt, pont ellenkező. Nagyon drukkolunk, olvassuk majd az oldaladat, jó? Nem tudom megmondani, hogy mi jövő márciusban hol leszünk, de lélekben biztos, hogy veled. Úgyhogy nagy kalappal, aztán érjél a végére. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Balogot tovább beszélgettünk. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Amerikai elnök választással foglalkozunk picit, mert hogy a budapesti idő szerint most hajnalban lezajlott az elnök jelölt vita,
és hát lehet rá fogadni, illetve pontosabban lehetett rá fogadni, de mindenre, hogy kinyeri a vitát, kivonul-e Trump, megcsinálja a drogtesztet Hillary, egyáltalán mi történik a vitán, és ki lesz a mi lesz a vita kimenetele tulajdonképpen. És hát két nagyon szórakoztató jelöltről van szó, Trump egy kicsit lemaradni látszik, de mi is sokszor foglalkoztunk már az amerikai elnökválasztással, és hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ki nyerte az utolsó vitát. Véleményem szerint ezt is behúzza Hillary egyébként. Hát. Úgy néz ki a dolog. Megy el ez a vonat a Trumpnak, ezek miatt a nőügyek miatt, most már egyre többen vádolják meg ugye korábbról. Most ilyen szexuális. Hát, ja, igen. Hát. Nyilván nem mondtam, hogy igen. Jó, jó, hagyjuk ezt, én voltam. Nem, á, nem is húztam magam, az á, nem is akartam megcsokolni, á, nem is mondtam meg neki, hogy mit csinálnék vele, legszívesebben ruhában meg. Ez bámulatos, gyerekek, hogy van két elnök jelölt, akire ugye úgy tekintesz, mint majd a világ vezetőjére, egy kicsit, nyilván az Egyesült Államok vezetője, és azon megy a meló mindenkinek a háttérben, hogy milyen szennyes tudsz előhúzni. Nagyon durva, egyébként nagyon durva a kampány. Tehát képzeld, hogy hány ember dolgozhat azon, hogy a Hillary üvöltözik az időben, mert szedjetek elő valamit erről a brigantiról, akkor elmennek meg, jó, még van még egy nő, akit meg akart erőszakolni. Tehát, hogy egy ilyen kabaré. Nagyon komoly lejáratás megy. Közben pedig a merchandising is nagyon mélyen. Most láttam pont az egyik bulvár újságban, hogy a Trumpos, Clintonos pólókon keresztül a cukorkáig a WC papír is kapható. Tehát, hogy neked valaki nem tetszik, nem szeretett Trumpot, mert egy nőgyűlölő himsoviniszta embernek tart például, akkor megveszed a WC papírt, Trumpos WC papírt, és kitöröd vele a feneket. Tehát, hogy egyébként tök nálunk jó, ez hogy... elképzelhetetlen lenne ennek a töredékéért is. Karóba húznának, kerékbe törnének. Valami következmény biztos, hogy lenne a dolog. Ilyen nálunk nincsen, nem működhetne. WC papír, valamelyik ellenzék pártnak a vezetőjével, vagy a kormánypártnak a vezetőjével. Sajnos ez lehetetlen lenne, de közben pedig valójában az igazi demokrácia tulajdonképpen erről szól. Tehát, hogy az, hogy ebből valaki merchandisingot csinál, és pólókat gyárt, és ezt ő eladja, hát miért ne? Tulajdonképpen két fontos politikai szereplő, de hát most pont láttam, például Hillary Clinton elment az Ellen DeGeneres show-ba, és rappet táncolt. Most én értem, hogy már mindent be kell vetni azért, hogy valaki elnök legyen, de azért fura volt 70 éves Hillary-t ott látni, hogy kavarja a rappet, és brutálisan táncolva, amilyen... És ott ez természetes. Bronxi rapre ott nagyon-nagyon tolta, nagyon szórakozott volt. Egyébként ott teljesen természetes, igen. Szóval abszolút lazák közben elment a Jimmy Fallonhoz is, vagy a Kimmelhez, nem a Kimmelhez ment talán, szóval, hogy ott simán eljárkálnak. Felénk ez nem divat. Keletebbre még kevésbé. Hát emlékeztek, az első ilyen fecske, az ugye Boris Jelcin volt, aki előszeretettel ment fel a színpadra és táncogatott, csak ott mindig ugye felmerült, hogy na hát, vállalhatatlan volt, kicsit előfordult. Tehát nem azt mondták, hogy jó fej, hanem azt mondták, hogy nem, már megint. A merchandisingból ők kapnak lóvét, részesedést? Tehát meg kell venned Hillary képét, hogy használd a pólót? Jó kérdés, hogy ők kapnak ebből. Nem tudom, szerintem nem. Valaki a Trump minden egyes eladott Trumpos WC papír guriga után. De azután is járhatta, vagy rajta. Minél többen törölnék belém a fenekük. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a mi külpolitikai szakértőnket, hogy ő mit gondol. Lukács Csaba itt van velünk. Hello, Csaba, jó reggelt kívánok! Hello, jó reggelt! Szia! Jó reggelt! Ciao, hello! Te nézted? Hát, hogy őszinte leszek, úgy voltam, mint az amerikaiak, hogy én is elaludtam. Rajta? Amerikában ez jellemző, tehát az elsőt nézik mindig a legtöbben, idén 85 millióan rekordot döntött, aztán a másodikot már csak 66 millióan, és hát a harmadikat nézik mindig Amerikában a legkevesebben. 85 milliós volt az első elnök vita nézettsége? Igen, igen. Az lenyomja a barátot. 15 millióan elkapcsoltak a másodikra, és a harmadikat még kevesebb. Atya úristen, azt nézzük, mikor laknak egy 300-350 millió mondjuk az Egyesült Államokban, a 85 millióan néztek, azért az egy elég szép szám. Ha majdnem 30%-os. Az egy elég szép szám. Az ottani közszolgálati csatorna az UTV-n. Igen. Ez most még gondolom nem véletlenül Vegasban volt. Tehát az egész nagyon sószerűre sikerülhetett. Én még ezt nem láttam. Nem, itt azért nagyon kötött a formátum, tehát nem lehet nagy sókat csinálni. Megvan az, hogy mindig más a műsorvezető, most éppen a republikánusoknak kedvező műsorvezető volt, a Fox News-nak egy riportere, és itt nagyon nem lehet, tehát megvan az, hogy ki a közönség, mit szabad, mit nem szabad, nem lesz annyira látvány. Ezek a dolgok ilyen unalmas viták, politikai viták.
Bár most azért hozta a formáját megint Trump is, Hillary is, Oroszországon vitatkoztak, tehát azt mondja a republikánus jelölt, vagy a demokrata jelölt, hogy itt gyakorlatilag hazaárulás történt, és Trump az orosz hackereket és az orosz kormányt befolyásolta, vagy megkérte, hogy törjék fel a szervereket, és emiatt van ez a e-mail botrány, ami egy fontos elem a kampánynak. Hát igen, most mindenki az oroszokra gyanakszik, hogy azért szivárogtatnak, hogy ugye Trumpot segítsék egy picit, ezért szivárogtatnak inkább ugye Hillary-ről. Hát ezt mondják, de az nagyon furcsa különben, hogy egy londoni nagykövetséget is sikerült befolyásolni, ugyanis Amerika elérte az ecuadoriaknál, hogy ezt a Julian Assange-nek az e-mail forgalmát a londoni nagykövetségen most leállították, vagy korlátozták a nekét, hogy ne szóljon bele az amerikai elnökválasztásba. Úgy tűnik, hogy még van muníció, és ettől azért félnek a Hillary oldaláról. Igen, de most már ilyen nagyon gyenge dolgokkal próbálkozik a Trump, ahogy olvasom, mert bedurantotta azt is, hogy ő nem fogadja el a választás eredményét. Igen, a csalás. Hogy de, hogy igen, hogy ő majd megvárja a választást, és a választás után fogadja el az eredményt, mert ugye megkapta azt egyenesbe azt a kérdést, hogy bármi lesz, elfogadja az eredményt. És azért ezt így több tízmillió amerikai néző előtt megerősíteni, hogy jelen esetben, ha veszít, akkor megfontolja, hogy ugye hát illegitimnek minősíti magát az eredményt. Mi szerint tulajdonképpen ez nem jelent más, mint hogy elcsalták a választ. Tehát a csávó nem szívbajos ugyanakkor. Igen, de azért az e-mailekben vannak elgondolkodtató dolgok, azt tegyük hozzá. Nagyon sok elgondolkodtató dolog van, én olvastam ezeket, igen. Hillary-vel kapcsolatban. Itt nagyon keményen Hillary-t már az előválasztások kapcsán is, tehát megkapta kérdéseket a CNN-től, meg mindenféle ilyen dolog. Tehát azért ez tényleg elgondolkodható a demokráciában, hogy valakik eldöntötték, hogy már pedig ő jó lenne, ha ő lenne az elnök, és akkor alátették elég rendesen a dolgokat. Érdekes ez a helyzet. És hát Trumpnak most azért nincs túl nagy lehetősége, 7%-os hátrányban van, és ilyenkor minél nagyobb petártákat kell föllőni az égbe, hogy megpróbáljon kétségbe esetben fordítani. De nincs már nagyon, nem? Szóval, hogy ez a nőgyűlölő himsovinista vonal, hogy ez felbukkant, és ilyen régi interjúk, meg régi bekapcsolt mikrofonos hangfelvételek, szóval ebből már igazából nem nagyon lehet visszajönni. Én legalábbis azt gondolom. Ez a nagy kérdés, mert azért szeptember 11-e után úgy tűnt, hogy azért Hillary is megrodjant, ugye ő szó szerint, tehát ott az történt, hogy amikor szállt be az autóba, azt valaki felvette videóra, hogy elég ramagy állapotban volt, és az egészségügyi állapotáról szóló vitát követően Trump nagyon vezetett. Tehát azért ebben a kampányban voltak komoly fordulatok. Az tény, hogy most a nők a vesztét okozni, úgy látjuk, hogy a vesztét okozzák Trumpnak, ugye 9 nő jelentkezett, akik azt állítják, hogy különböző dolgokat csinált vele, de hát azért ezek nagyon régi történetek, tehát van olyan nő, aki 35 évig várt azzal, hogy elmondja. Hát attól még megtörtént. Hát, ha megtörtént, de hát ha megtörtént, az idő erre nem gyógyír. És ezek nem komoly erőszakügyek, szólnak abban az értelmében, hogy itt nem szexuális erőszak történt, hanem például az egyik nő azt mondja, hogy ledugta a nyelvét a torkán Trump, azóta gondolkodok ezen, hogy ezt hogy lehetett megcsinálni. Hát, tehát lehet, hogy csókolóztak, odáig rendben volt, de egyszer csak Trump túl mélyre ment. Igen, vagy akkor nekem mint James Simons. Ja, egyébként a választásnak az ő eldőlésében ezzel a rossz szófordulattal érve, ezek sokat számítanak? Tehát mert azt gondolnád, hogy van egyébként két elnökjelölt, akkor meg akarod hallgatni a programját. Tehát, hogy erről mit gondol, arról mit gondol. De az amerikaiak mindig másként gondolkoznak. Az, hogy van szexuális ügy, az, hogy van e-mail ügy, az ennyire befolyásolja tényező. Úgy tűnik, hogy igen. Tehát Amerika egy nagyon prüde ország a látszat ellenére, és ezek, hát most a dühös nők vagy a dühös férfiak döntik el a választást. A dühös férfiak azok, akik elveszítették a munkahelyüket, úgy gondolják, hogy a politikai elit cserben hagyta őket, ők Trumpra szavaznak, és hát most megpróbálja másik oldalon a nőket is földüvíteni, hogy lám, hát ez egy mekkora állat. És hát az az érdekes különben, hogy lehet, hogy már eldőlt a választás. Mert elkezdődött már jó ideje a levélben szavazás, és Amerikában nagyon nagy százalékban a legutóbbi választások már 40%-ban levélben szavaztak, és lehet, hogy most már gyakorlatilag megvan az eredmény, csak november 8-ig várni kell, amíg kibontják a politikukat. Ezt hogy érted? Micsoda? Ezt nem értem. Tehát, hogy... Levélszavazás van, tehát Amerikában kérheti bárki. Minden államban más a szabályozás, de nagyon sokan kérik azt, hogy ha nem leszek otthon, november 8-ra nem érek rá, vagy nem akarok elmenni szavazni. És ők leszavazhatnak előre? Akár egy hónappal előre leszavazhat, és a jellemzően a választók 40%-a ezzel a megoldással él. És ezeket a leveleket már postázták, tehát már az is lehet, hogy teljesen értelmetlen a kampány az utolsó időszakban, mert egyik jelöltnek már akkora
előnye van, mint hogy már nem behozható. A másik nagyon érdekes dolog Amerikában, hogy Amerikában nem kell több szavazatot szerezni a másiknál, nem biztos, hogy elnök leszel. Volt egy olyan helyzet, hogy ha jól emlékszem, Al Gore 1 millióval több szavazatot kapott, mint az ellenfele, és mégsem ő lett az elnök, hiszen ott államokat kell megnyerni, és a végén elektorok döntik el. Tehát lehet, hogy egy államban nagyon nyersz, de ha az úgynevezett billegő államokban akár egy szavazattal a másik jelölt lesz első, akkor végén ő lesz az elnök. Tehát itt nagyon kemény matematikai csaták is dúlnak, amellett, hogy meg kell győzni nyilván a szavazókat, hogy rászavazzak. És mi van az e-mailekkel? Tehát abból még kiderülhet valami? Vagy mit mondom, aki leírja? Hát mert ez itt a Wikileaks is szivárok, tehát azért erősen, ugye, tulajdonképpen. Igen, hát abban még van muníció, és azért még 20 nap van, és hát nem véletlen, hogy lekapcsolták a sávónak a netjét, tehát azt gondolom, hogy itt tartanak attól, hogy ott még van bőven tartalék a tarsolyban. Én azt gondolom, hogy ha most kellene tippelni, akkor Hillary nyer, de nyilván mind a két tábor az igazi nagy patronokat a végére tartogatja. Tehát az dönti el a választást az utolsó pillanatban, hogy kinek még mi van a kamrában, és mit tud elővenni utolsó pillanatokban. Hogy mit tud még berántani a másik ellen. Igen. Mindig ennyire durva volt az amerikai kampány? Tehát ez mindig jellemző volt, nem az amerikai elnök választásokra? Azt mondják, hogy most kifejezetten csendes. Igen? Tehát, hogy ennél durvábbak szoktak lenni. Nyilván a Trump személyisége azért elég színes, hogy fogalmazzunk így ebben a történetben, de régen még durvábbak is voltak. Most igazából amerikaiak mondták nekem, hogy két rossz jelölt kell a kevésbé rosszat választani, és lehet, hogy a részvételen is ez látszani fog, tehát az emberek nem annyira motiváltak most, mint... Igen, hát Hillary-t se szeretik egyébként, szóval, hogy egy szava hihetetlen nőnek tartják, akiben nem bíznak, az e-mailek alapján kiderült, hogy ő se szereti az amerikai, tehát a középosztályra tett, ami a megjegyzés, hogy egyébként, hát már jó, is valahogy megoldjuk meg, hazudik is egy csomót, ugye ez is e-mailekből derült, hogy van egy hivatalos verzió, amit be kell adni a népnek, és van egy olyan, amit viszont nem tudhatnak meg, szóval azért ezek súlyos szavak egy-egy e-mailben. Igen, meg ami nagyon durva, hogy kiderült, hogy hát az ő kampánystábja szervezte a cirkuszokat a Trump gyűléseken. Tehát gyakorlatilag oda mentek provokálni, egy ilyen útmutatót küldtek szét egymásnak, hogy hogy kell kiprovokálni, hogy cirkusz legyen, vagy botrány a Trump választási gyűléseken, és akkor azt nyilván a média nagyon fölkapta, hogy lám, milyenek a Trump hívők. És ezek azért még nagyon visszaüthetnek. És Trumpnak jó volt most a mikrofonja? Most úgy tűnik, hogy igen. Mert ugye legutóbb rossz mikrofont kapott, az is érthetetlen, hogy ez hogy történhet meg, de sokkal halkabb volt a mikrofonja, amiről ő hivatkozott is. Azért azt mondjuk ki, hogy itt az amerikai sajtó az azért letette a voksát, és itt mindenki azon dolgozik kőkeményen, hogy Trumpot alássa. Na jó, de ilyen hülyeséget mondani, hogy nem fogadja el az eredményt, ugye, hát azért ez egy bevett szokás az amerikaiaknál, hogy a vesztes ugye tulajdonképpen a saját pártját, az elégedetleneket, a rászavazókat is azzal csendesíti le, és azzal nyugtatja meg, és adja vissza az úgymond jogbiztonságot és minden mást Amerikában, hogy azt mondja, igen, elfogadom, hitelesnek tartom, szeressük ő az amerikai, ő most az új amerikai elnök. Tehát egy ilyet kimondani, ráadásul Amerikában ez életveszély, szóval, hogy azt mondta, azt olvastam az elemzéseket, hogy a vita legsúlyosabb mondata ez volt, úgyhogy még egyébként az alelnök jelöltje is elismerte, hogy azt kéne mondani, és természetesen el fogjuk fogadni az eredményt. Szóval Amerikában azért, ami egy fejlett demokrácia, ott nem szabad ezt mondani, erre a hülye fölment, és megkérdezte tőle, hogy elfogadja. Azt majd még látom, nem biztos. Trump egy ilyen időzített bomba, irányíthatatlan, a kampánystábja és a kampányfőnök ezért fogta a fejét, hogy ne, ezt ne csináld, hát ez nem jó. És a csávó bemondta ebben a pillanatban. Jó, az önökének oda nőtt az arca már. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy már a saját pártjának a nagy személyisége is kihátráltak, tehát ő teljesen egyedül maradt. A saját pártjának a szenátusi elnöke mondta azt, hogy olyan, mint egy elefánt a porcelánboltban. Tehát ő most teljesen egy ilyen magányos harcos, és G.I. Joe-ként azt mondja, hogy akkor én most újraírom itt a történelmet. Igen, hát Arnold Schwarzenegger is, aki azért mióta letette az állampolgárságot, talán 82-83 óta, azóta azért ő meggyőződéses republikánus. És ő is mondta, pont láttam az Instagram videóját, mert követtem, mert szeretem őt, hogy mondta, hogy ő nagyon meggyőződéses, de felejtsék el Trumpot, és ő biztos nem, és hogy nem az a lényeg, hogy nem szavaz rá. Pedig ő aztán mondom 83 óta meggyőződéses republikánus. Tehát a pasi egyre jobban vigyenvesztésre. És azért volt meg egy érdekes húzás a mai éjszaka, elvitte Obamának a testvérét a saját oldalán, aki finoman szólva nem Obama párti,
és hát Kenyából ott ült mellette egy csávó, és hát arról beszéltek, hogy hát Líbiában, amikor a Clinton-né volt a külügyminiszter, akkor hogyan avatkozott be Amerika, és az milyen tragikus következményekkel jár. Tehát mind a két tábor megpróbál azért, hát hogy mondjam, a másik táborból is átcsábítani embereket. Csak Clinton miért nem szeretik egyébként? Hát azt mondják, hogy őszintétlen, tehát hogy hazudik, ez nem lehet ebben. Mert hogy nem jók a közvélemény kutatási eredmények egyébként neki se. Szóval, hogy igen, nagyon nagy az elutasítottsága. Igen. És hát azt mondják, hogy megvették őt a multik, meg mindenki. Tehát gyakorlatilag a Clinton alapítványba a szaudi kormánytól elkezdve Putinékon keresztül mindenki be tudott fizetni, és hát nyilván ezért vártak valamit cserébe. Hát most ez egy alapítvány. Hát most tényleg. Hát most Putyin úr, ha akarod utalni. Csak jóra költsék ezt a pénzt, ez a igen. Könnyen megadták a számlaszámot. Igen. És hát azt gondolják, hogy ő a multiknak, vagy az ilyen nagy társaságoknak az embere, és hát elnökként is, hát finoman szólva nem fog az egyszerű emberek problémáival foglalkozni. Na, hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. A Brexitre is azt mondták, hogy nem lesz. Aztán ugye, akik azt gondolták, hogy nem lesz, nem mentek el szavazni, akik akarták, azok elmentek, aztán hopp, most már kívül találta magát az Unión. A világban van egy ilyen hangulat, hogy intsünk be az egész világnak, és hát lehet, hogy Amerika most éppen ők a sorosok ebben. Kíváncsiak vagyunk. Köszönjük, pihenjél, akkor jó munkát neked. Köszönöm. Köszi Csaba. Köszönjük szépen. Lukács Csaba, a külpolitikai újságíróval beszélgettünk. Ennyire máshogy zajlik az érezni nálunk, nem? Ja. De érdekes egyébként. Kinek drukkolsz, Ákos? Hú, ezt egy pont egy hírszerkesztőtől nem tudok megkérdezni. De hát pont azért. De hát nem lehet Trump. Hát elképzelhetetlen, ugye itt most arról beszélünk, hogy gyakorlatilag ki irányítja a világot idézőjelekben. Tehát azért a világ egyik, hanem a legbefolyásosabb emberéről tartanak most választást. És hát az első háromban benne igen, van. Igen, mind a két politikusnak az oldalán vannak kétes ügyek. De hát azért nagyon, nagyon megdöbbennék, hogyha... Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Adásunk van viszont, hát hagyjuk Szolnokot, hagyj lövöldözzenek. Következő a helyzet, ha valaki ugye elmaradt volna, 200 ezerre csökkentettük az elérhető, vagy az elérni vágyott Facebook like számot. De ez most csak péntekig, megmarad, tehát holnap estig meg kell legyen a 200 ezer. Következő a helyzet, hogy felajánlottál ugye te önként és dalolva, vagy lehet, hogy Nem, egyáltalán nem, ez olyan ötlete volt, hogy menjek cirkuszba. Igen, lehet, hát mondom, miért nem rohadt, meg Martin fog be a füled. Cirkuszba fogsz menni egy hallgatóval, aki lájkolta az oldalt, esztek finom Bali, kolbászkát. Mond. Hogy tudtál befogni a fülemet, ha egy füles van rajta? Az a lényeg, hogy egy nagyszerű műsort kell megnézned, bohóccal együtt, meg mindennel együtt, és én azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha lenne neked már rögtön itt egy meglepetés a műsorban. Korra reggel. Ma. Tehát még holnap fog eldőlni a dolog. Az hát, a baj, hogy bármi van, 193 ezer. Tehát, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy mi a meglepetés, mert kénytelen vagyok rá igen mondani, mert hogy egyébként meg 2000 like-e. Tehát ezt egy este alatt összeszedettek, akkor a simán meg lesz. Van az a pénz, ugye, ahogy szoktuk mondani, és hát én ezt meg is mozgatom. Búcolod. Komoly pénzeket mozgatsz te meg ezért. Nekem ez mindent megér, hogy meglegyen a 200, mert akkor mehetsz cirkuszba, de a vendég, aki már itt várakozik a telefonba, Ötvös Lóránd, az Ötvös cirkusz igazgatója. Én nem megyek Ötvös cirkuszba. Dehogy nem te cirkuszba fogsz menni, ha megvan a 200 ezer. Nem emlékszem rá, hogy bármiféle ilyen kitétel is volt, hogy milyen cirkuszba mehetsz, vagy nem mehetsz, te cirkuszba te fogsz menni. Ötvös cirkuszba fogsz menni. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, jó reggel! Szia, jó reggel! Hát neked sincs más dolgod, mint betelefonálni reggeli rádió műsorba meglepetésként? Hát most komolyan mondom. Hogyne, hát hallottam erről a fogadásról, és rögtön telefonáltam azzal a pillanatban. Ez nagyon érdekel engem ez a fogadás. Szeretném tudni, hogy mi lesz a végeredmény. Hát a végeredmény az, hogy holnap péntekig ez azért meg lesz, tehát sajnos el kell mennem cirkuszba, ami nekem felér a kínszenvedéssel. Tehát az egy komoly fizikai tordúrával ér fel, hogy nekem bekerülnem egy cirkusz műsorra, de Jani felvetette, hogy ha meg lesz a 200 ezer, persze nyilván meg is lett, már pillanatokon ő meg lesz. Nem akarok hozzátok sem menni, csak jelzem. De lehet, hogy muszáj lesz, hogy hallom. Lehet, hogy muszáj lesz, igen. De van valami jó, amiben nincs bohóc?
Jelenleg az Időutazó című műsorral utazunk, ebben van egy bohóc. Az egész cirkusz egy nagy időutazás, ne viccelj. Hát, művész nevén Pompom, ő Németországból jött hozzánk, de magyar származású, Szabó László a becses neve, és hát ő egy nagyon jó bohóc, itt van különben mellettem ő is hallott ezt a fogadást, és esetleg, hogyha kedved, akkor... Úristen, most beszél a bohóc hangom. Mondd neked egy kis találkozom. Hagyd mondjak én is valamit, figyelj, sziasztok, mindenkit üdvözlök. Ciao. Én ezt nagy borzasztóan egy előítéletes dolognak tartom, hogy valaki már az akasztás előtt el van ítélve, szóval nem tudom. De nem, most tényleg elmegyek majd, és akkor odahajolok a zsebedhez, és akkor arcon fújsz egy ilyen virággal, amiből víz jön. Valás, tehát tényleg valás, itt tartunk a 21. században, hát nem áll. Nem, hát erről beszélünk, én egy interaktív, egy karaktert adok át nektek. Se vízlocsolás, se popcorn dobálás, az ilyen banális dolgoktól én az egész karrierem, most már karrier ez ilyen idézőjelben, de azért 25 éve csak nyomom az ilyen bohóc bicajt, mondjuk így, az ilyen dolgoktól mindig távol tartottam magam. Ha bejössz egy kereken és buzogányokat kezdesz dobálni, biztos, hogy neked szaladok az első sorból, és birkózni fogunk. Tehát ebben biztos lehet, hogy ezt nem bírom végignézni ülve, hogy megérkezem. Hölgyeim, én! De ebből ért, hogy beszélsz. Ugye figyelj, mondok én neked valamit. Na. Egy teljesen interaktív, külön kis történeteket előadó blokkok, ami végül is vissza a jövőbe ebben az adott műsorban, én vagyok a professzor is, tehát egy bohóc professzor vagyok, ahol te vizet, akkor viszont... Eltalálja az időben. Hát könyörgöm, miért felakasztjuk ezt a bohócot, adjuk neki egy sanszot. És az egész előadás egy bohóc előadás? Tehát tulajdonképpen te viszed végig? Ketten visszük végig az előadást, ugye ő a bohóc professzor, én vagyok az időutazó, és így utazunk különböző korokba, ahol a különböző korok cirkuszait elevenítjük fel. Úristen, mindjárt hájlom kell. Ez nekem maga lesz a fizikai fájdalom megtestesülés. Figyeljetek, csak azt Istenem. Nem tudjuk megcsinálni, hogy valahogy a Balást viszont be is építjük a produkcióba. Aha. Tehát ne csak üljön ott szépen, ugye, ahogy... Mindig van kapna a végén, Istenem. Dehogy, Istenem, hát minden megoldható. Hát, ha van kedve, akkor nálunk... Neki nincs kedve. De ha minden megoldható, akkor legyen már egy kis ortodox vonal, hogy bejössz egy tortával, megbotlasz, és véletlenül Balázs arcában nyomod, vagy valami. Egy nagy klasszik. Várjál, mert van közben egy gyerek vendégünk is, Martin, ő szeretne kérdezni valamit. Mondjad, Martinkám, bocsánat, egy pillanat, Martin. Figyelj, Bali, a családot is el kell vinned. Ez az a gyerekei előtt találjuk meg. Martin, nem van, nem van. Na, itt vagyok. Rémes bohócnak kell beöltöznöd. Orrán cirkusz. Így van, kifestve, ugye, nagy piros orra. Figyelj, nekem is lenne egy kérdésem a Martinhoz. Martin, te feheted a cirkusz? Ja, azt a cirkusz láttam Fehérváron. Igen, és tetszett? Nagyon. Sokat rögtem. Nem féltél a bohóztól? Nem. Na, jó fej a bohóz, igaz? Az időutatás volt a legjobb. Szuper. Hát de ez nektek való? Hát te persze, elmennek rá, a gyerekek tapsolnak, ha-ha-ha, ez nekik való? Hát az én gyerekem is imádja a cirkuszt, csak én mindig kint megvárom a kocsiba. Az anyja beviszi, én addig elintézem az e-maileket, és akkor így lesz. Figyeljetek, csak nem tudunk ezt úgy tovább gondolni, hogy benne vagyunk mi is, nem akarjuk ezt a nagy dicsőséget magunknak is betudni, ugye, amit Balázs generált maga körül, de hogy én például szívesen lennék egyszer ezen az előadáson porondmester. Ha Jani esetleg valamit tud... Ja, nekem jó a szabad hétvége. Bármikor kedvetek van, szóljatok és megoldjuk. De csak ha a Balázs is ott van, tehát hogy mi csak neki csinálnánk előadást. Okay. És akkor lenne egy ilyen morning show külön szám. De a rendes előadáson belül akarod magam. Én megadom a lehetőséget, nálunk ezt meg lehet csinálni. De jó arcok vagytok. Ha nektek van kedvetek, szóljatok bármikor. Jó, egyébként tök jó arcok vagytok. Figyelj, ha áll a fogadás, akkor én úgyis valóra váltom. Tehát én úriember vagyok. Ha én ezt elveszítem, akkor elmegyek hozzátok. Ti nyitottabban álltok ehhez, mint a fővárosi nagy cirkusz, úgyhogy nagyon szívesen. Akkor egyeztessünk majd időpontot, jó? Annyi, jó, elviszem a gyereket is magammal, hogy akkor kellemeset a hasznossal, hogy azért akkor legyetek tekintettel arra, hogy ne nagyon alázzátok meg az apját, jó? Még a pompombohócnak még van valami hozzáfűző. Na, halljuk a pompombohócod. Balázs, sok szeretettel várunk. Úristen, ez minden az. Ez mind az volt, amit nekem a cirkusz jelent igazából. Rémgerjesztő volt. Igen, igen. Pónilószak, patogatott kukorica, és fújás. Vámpírfog. Vámpírfog és affektáló bohóc buzogánya. Egyet tudok garantálni, és egy biztos, hogy nálunk a cirkuszban még a bohóztól még általában nem féltek gyerekek se. Akik ilyen előítélettel jöttek hozzá, hogy félnek a bohóztól, azok általában a műsor végére már úgy mentek haza, hogy közös fotót
bolcot, szeltit készítettek vele. Na, ott fog nem, meg hát a gyerekek legtöbbség imádja a bolcot, persze. Tehát ez nem csak egy ilyen neurológikus pont. Jó van, figyeljetek, hát ha megvan, már pedig az, hogy meg lesz sajnos, akkor viszont egyeztetünk időpontot, és akkor megyek. Viszont akkor legyen már Feri a porodmester, tényleg. Tehát akkor nyomni meg, önyeim és uraim, hát ezt a Feri imádja. Ez itt a világhírű az utol, érhetetlen. Hát nézd meg. Jó, megvagyunk. Hát ő ebben él, hát itt tulajdonképpen így él 40 éve. Csak ezt, én így kelek föl reggel. Hölgyeim és uraim. Egy újabb csodás csütörtök reggel. Egy újabb reggel. Jó, mikor vannak előadások, hétvégén inkább, vagy hétköznap? Általában szerdától vannak előadások egészen hétvégéig. Hétvégén több előadást tartunk, ugye két előadást, hisz hétvégén azért jobban rájönnek az emberek. Hétvégén csak egyet szoktunk tartani. Azt mondjuk, hogy minden héten egy másik városban vagyunk, úgyhogy azt egyeztetni kell. Jelenleg Egerben vagyunk, hogy nem tudom, mikor lenne jó nektek, akkor egyeztetünk. Jó, 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 megbeszéljük akkor. Tudok valahol az artista lányokról találni képeket? Konkrétan róluk. Hát János, csak ezért nekik. Az oldalán találsok fényképet, ha érdekel. Megnézzük akkor, jó. Veszélyünk, holnap estig kell meglenni ennek, hát valószínű meg lesz, úgyhogy akkor nem sokára jelentkezem, és akkor megyek. Jó? Szuper, drágák vagytok, köszönjük szépen, imádunk, szeretünk meneteket. Köszönjük szépen, köszönjük Ötves Lóránnak, köszi. Marti, figyelj csak, az van, hogy ugye most a Bohóc bácsi, akivel beszéltünk, őt Pompomnak hívják, tehát van neki rendes neve, hogy a Balázsnak találj már egy jó Bohóc nevet, légy szíves. Jó, ahogy szólíthatjuk majd a cirkuszban. Ezen gondolkozzál. Már ki is találtam. Már meg vagy, de őrült. Bali Bohóc. Bali Bohóc. Jó, ide jó lesz, a gyerekem előtt leszek megalázva. Bali Bohóc, gyere ki hozzánk, kapd el ezt a buzogány, ne is pssst, arcom fújtunk, jó, ide jó, megdobtunk labdába. Úgyis sokan írják, legyen inkább. Egy vaníliatortát belenyomnak az arcába, vagy egy olmás pitét. Ugye, hogy az vicces? Ugye? Ja. Nem. De Panár, miért? Látod? De azért csináljuk meg. Miért nem vállalod be? Most a gyerekedért, meg az összes gyerekért, aki elmegy, vállalod már be. Azért, Martinám, elmondom neked, hogy ez egész úgy indult, hogy menjek el, egyek meg egy hurkát a nagy cirkusz előtt, és üljek végig nyugodtan egy előadást. Ma eljutottunk oda, hogy az Ötvös Cirkusz 300 vendég alatt akarnak úgy rommálázni, hogy Feri lesz a porodmester, ott ülök az első sorba, jön majd Pompom a Bohóc, és nyilván nem tágít mellőlem, és amikor 300 ember téged néz, és retteltesen kellemetlen, hogy bújnál le, tudod, hogy ne léci, hagyjatok, ne. Ha csak hadd élvezem az előadást, tehát finoman ez lesz. Tehát ez, csak hogy hova jutottunk egy nap alatt? Igazából egy sima cirkuszi előadásnak indult ez a dolog. Csak vicces arcot is kell csinálni Balinak. Persze, majd még bolcnak sünkelem magam. Tényleg jársz cirkuszba, vagy szereted? Mondta, voltál az Ötvösön is, akkor voltál ezen az előadáson. Jó? Szinte az Ötvös volt eddig a legutolsó. Azóta nem voltam, meg volt itt a Fehérváron az amerikai cirkusz, csak oda nem tudtunk elmenni. Oda nem tudtatok. Na jó, hogy akkor azért jársz cirkuszban. Az klassz. Na jó, van. Azon gondolkozom, hogy... Igen, dupla előadás lesz. A nagy sikere való tekintette. Hogy lehet azt megkérnem, hogy unlájkolják az oldalt? Tehát, hogy jöjjenek, menjünk vissza ilyen 185 ezerre, mert akkor viszont bukjátok, és nem lesz meg a 200 ezer. Aha, nem fogod tudni rávenni őket. Nehéz lesz. Nem, nehéz lesz, főleg, hogy most ebben a pillanatban nézem, 194.196-nál tartunk, tehát, hogy azért dinamikusan nő ez a szám. Igen, ráadásul tegnap meg. Azt írják, hogy tegnap nem volt poszt. Békélj meg a gondolattal. 2.45-re ment le a szám, mert hogy nem volt poszt. Ma posztoltam egyébként, kiraktam, hogy Martin megzabálja Biogabit. Egy ilyen nagyon tartalmas képet kitettem, ahogy Biogabi balra néz Martinra, és Martin megeszi egyszerűen ez a kép. Tehát neki a mai posztomat tudjátok, le van tudom. Hogy mit mondok? Nem, mit mondasz? Balázs szelmes a Facebookba. Ez az! Ugye egy függő? Ja, én is Facebook függő vagyok. Te is Facebookozol? Ja. Komolyan? Lájkoltalak. Ja, nem úgy, de hogy van, de nincs még saját telefonod, vagy még nem az. De. Saját telefonod van. És ezt beviheted az iskolába? Otó hagyod? Nagyon helyes. És akkor hétvégén Facebookozol? Hát igen, meg délután néha szoktam. Hogy lehalkult? Hallottad? Mm-hmm. Igen, valamiért. Délután szoktam, csak így finoman. És hogy állunk a sulival? Milyenek a jegyek? Jók. De kaptam már szomorú fejet. Jó, tényleg, hát nálatok még nincsen jegy, csak ilyen szomorú fej, vidám fej, piros pont, fekete pont. Igen, szomorú fej. És miért kaptad a szomorú fejet? Hát, mert rossz voltam, de testnevelésből kaptam egy piros pontot. És miért voltál rossz? Mit csináltál? Nem, hát nem emlékszem, de testnevelés tegnap volt, labdapattogtatást kibírtam, hogy ameddig mindenki kiesik,
ki bírja a legtovább pattogtatni. Ez a feladat, tesszük, hogy pattogtasd a labdát? Hát ez volt. És megnyerted? Hát igen, és kaptam, hát nem tudom, hogy már beírták-e, de kapni fogok egy piros pontot. Na jó, többiek akkor nem voltak ügyesek, bénán nyomták, nem? Igen, de... Voltak többen is, akik kibírták. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Vendégünk van, itt van Anett. Hello, Anett! Jó reggelt! Hello, mindenkinek! Jó reggelt! Anett régen sokáig velünk volt, ha valaki esetleg nem tudná, hogy ki ő, de nem gondolom, mert azért nekünk lojális hallgatóink vannak, és családtagnak tekintünk mindenkit, meg ti is bennünket, de azért mondom, hogy igazából ugye hosszú éveken keresztül volt a mi hírszerkesztőnk, és úgy döntöttünk, hogy akkor egy picit visszahívjuk, és megnézzük, hogy van, milyen állapotban van, mennyire van lepukkanva, egyáltalán mi van vele, és hát megállapítottuk, hogy eléggé. 3-4-10-ig húzzuk ki, akkor őszinték leszünk. De nem én is azt láttam, hogy azt néztem, hogy itt a rádiónak a WC-ben a tükör mennyivel őszintébb, mint az én otthoni. Semmi nem változott. Ugyanúgy omladoznak a vakolatok, igen, koszos a függöny, és rácson az ablakon. Itt semmi nem változott. A csempét még te mocskoltad össze. Ugyanolyan szarok a munka körülményeink, mint az elmúlt 8 évben, úgyhogy... Na, új zenéink vannak, örömmel konstatáljuk, jó kis Muse, én bírom sokat, én szeretem ezt a zenét, kicsit depresszív, de hogy úgy van egyfajta elhúzása vagy lendülete. Nem hát tudom, hiszen péntek van, hadd legyen depresszív. Én ezt valahogy szerettem, de tele vagyunk új zenével. Később lesz ez Abbától és a Waterloo. Igen. Azt mondja, hogy hol voltál tegnap, Anett, beteg voltál? Kérdezi Robika. Ez a legjobb, gyerekek, amikor úgy telik a 3-4 év, hogy ugyanúgy megy minden tovább. Igen. Bugyi nedve, szitáló eső, nem szeretem a szürke reggeleket, Fabandita küldte nekünk. Megyeri úton a temetőnél van egy baleset, köszönjük szépen. Azt mondja, Jani, Anettnek még mindig jó a popsia? Kérdezi. Soha nem volt neki jó. Ja, micsoda? Nagyon jó. Jó, kiköptem a teát. Úristen. Ezt kikérem magam. Nem. Hát ő sokat dolgozott, meg szerintem erről is fogunk majd beszélni. Hogy nála ez minden szóba jön, minden szóba jön. Az így ütött be. Így van. Hoztunk diót, kalapácsot, összetörjük a fejekét. Lesz segteszt 9 óra. Gyerekek, a fejem az gázda, a testemben nincsen probléma. A fejem az gázda, a testemben nincsen. Nekem is mindig ez volt a bajom veled. Igazából. De egyébként pont valamelyik nap gondolkodtam, hogy milyen szar az, amikor az ember olyan külsőbe születik, tehát hogy olyan a teste, hogy mondjuk nem tudok az arcomon változtatni, és hogy ezt így el kell fogadjam, bármennyire rossz érzés, meg hogy utálok tükörben nézni, de hogy ezen nem lehet változtatni, igen. És hogy milyen szerencsés az, aki plasztikai sebészet? Hát nincs arra pénzem. Ja. Mondjuk ezt a szemhézimet, ezt lehet, hogy meg fogom műtetni, mert ez ilyen kis fikmás itt, és ezt nem. Más a szemhéjére? Igen, te már fikmát, ha azt gondolod fikmának. A szókincset nem változott, nem ez a fikmát. Te már a fikmával, ha a szemedet fikmának gondolod. Már nem lehet trenírozni kicsit. Na, azt mondja, Dragonet, nagyon szerettelek a Budapestében. Voltál? Hogy hát Anett Kára írják. Ja, ez a poén, hogy Anett. Ja, azt hittem, hogy mit tudom én, kitettek, ugye, és akkor nagy végső elkeseredésedbe, akkor még volt talán Budapest, és akkor elmentél, és mit tudom, Mesztelen tornáztál 11-től évfélig egy játszatóra. Igen, terhesen az meg kifejezetten gusztusos lett volna. Amire igény van, tudod? Ez a terhes torna Mesztelenül, Anett Kára. Na, és most tárogatás. Egy találtam, fit volt ezért most a hasamon egyesül. De kevés, 8 hónap. Homorít. Ja, Istenem. Na, azt mondja, hogy... Valás, a családtag vagy ideje, hogy kived a részed a melóból, kezdheted a porszívódással. Érte nekünk egy hallgató, hiányoztál. Anett, Rolibá küldi, és a mai őszinte rovatban ez az ismeretlen csaj is benne lesz. Ez egy hallgató benne, hogy ne? Hát egészen 10-ig. Bármit egészen 10-ig van velünk, Anett, igen. Szentendrei út, Árpád hídi felüljáró előtt baleset, game over, Marci köszögyel, küldted valamint Kopháza, Nagyszent között Sopron felé baleset, több kilométeres a sor, rendőr még nincs. Ezt Orsi küldte nekünk. Na milyen itt, jó? Nagyon, csinálhatok majd egy selfit. Hova? Persze. Persze. Ja, hogy mi is rajta legyen. Persze. Hova csinálod? Hát oda.
a Facebook oldalamra. Hány követőd van? 17 ezer, egy kicsit szerintem felnyom. Ennyien lájkoltak tegnap. Nagyon. Az első perc. Amikor kiderült, hogy megyek, ha elbukom a fogadást, megyek az ötvös cirkuszba, tegnap pont ennyivel lett meg a 200 ezer. De mondtam, amikor elindult a Facebook oldalat, írtam neked esemért, hogy 100 ezernél tedd már ki az én oldalamat, légy. Hát rám írt egyébként tényleg, igen, tényleg? Csak aztán elfelejtett. No. Hogy nem. És most kitűztél magadnak egy tervet, ilyen 130 like vagy. De mindegyiknek örülök. Ők annyira édesek, ők azóta ott vannak az oldalamon, hogy én rádióztam. Tehát, hogy az elmúlt 3 évben ugye nem nagyon voltam látható, hallható sehol, de hogy van 17 ezer ember az országban, aki kíváncsi. Ez mennyiről ment le a kirúgásod napja? 33 ezerről? Ja, igen. Mire azért én már csak 17 ezer? Na, rohadékok itt hagytak. Nem. Hát ez így folyamatosan növekszik. Hát így egymásra találok a magányos kiégett emberek. Ne bántsd őket, nagyon-nagyon-nagyon cukik. A biztonság kedvéért én is megosztottam azért az oldaladat, Balázs, hogy meglegyen az a most már megvan. Manézs. Most már csak valamit majd a kettőt vele kezdjük találni. Hogy ez még azt meg kell húzzuk. Az hogy tudom eltüntetni. Szépen. Igen. Sehogy. Igen. Mert ha ilyen aktivitások vannak, hogy egy nap alatt 15 ezer, akkor az igazából 3 nap alatt is meg tud lenni. Most a jövő héten elmegyük a cirkuszba, aztán kitalálunk neked valami újat. És akkor az azt jelenti, hogy nem is nagyon tudok elmenekülni. Igen. Ugye azt tétesztem domalat, hogy egy 250 előtt törölhetem magam. Tehát ha nincs meg november közepig a 250, akkor lejöhetek. Ez simán megvesz, hát viccel. Hát most belassult. Mondjuk, hogy nem, most begyorsult. Nem hallottam, Annett is kitette. Igen. Láttam is, mikor kiraktad. Onnan is csodogált, vagy 38. Igen. Igen. De könyvet is írtál, nem? Rólam? Nem, de... Írt egy könyve, nem emlékszem a címére, csak az alcímére, hogy kár a fákért. Nem, én gondoltam, hogy ezt szóba fog jönni, és arra gondoltam, hogy mindenkinek van egy olyan könyve az életében, amit nem kellett volna kiadatni, igaz, Balázs? Gyerekek, ez többen ment el, mint ahányan összesen lájkolnak benneteket a Facebook oldalon. Így, ahogy vagytok hárman, ja, te nem vagy Facebookon. Abba elment 50 vagy 60 ezer abból a könyvből. A tiéd? Az enyémből. Az enyémből 2800. Na, nagyon szép. Aztán csődbe ment a kiadó. Ezzel. Ezt még bevállalta Franki, erre tudod. Behitelezte a könyvet, aztán bebukott. 2800-ból még a nyomtatásra jön vissza konkrétan. 5000-et kell eladnod, hogy nullszados legyen. Én nem tudtam, hogy ez a csaj egy ekkora sztár, de nagyon tolja. Hát, a következő könyvedet létszik. 30 ezer gyártott belőle, nagyon gyors. Ennyi ment, 1500-másfél év alatt. Igen. De ott van a polcomon, és erre büszke. És miről írtál? A reggelekről, vagy a hírszerkesztés rejtelmei? Mi van? A reggelek Balázsa? Mert akkor még elment volna 10 ezer. Igen, tehát, gondolkodtam rajta, de aztán erősebb volt bennem az ösztön, hogy azért gondolják a jövőmre, és nem, én nem osztottam úgy az észt, mint te. Én egy önéletrajzi életésű sztorit találtam ki, és erről szóltam mindjárt 30. Talán egy-két antikváriumban még kapható. Az első 10 fejezet a Ladies Cup volt, nem? Így van. A második 10 a Morning Show. Ezt a minden indekár, hogy nem olvastam, de most megkeresem. Ez legalább olyan, mint amikor az én könyvemben kika utalványok voltak, meg gasztrojel utalványom, persze. Valamiért csak vegyék meg. Nem úgy. A következőt már nem így csinálnám. Na, fene vigyá, hát az ember azért tanul az ebből. Az utolsó 15 oldal voucher volt. Volt benne kika utalvány, gasztrojel utalvány, egy csomó minden. Gasztrojel étlap. Tök jó. Oda illik egy ilyen spirituális jellegű könyvhez, egy gasztrojel étlap. Tök főzelék, csicseri borsó krémleves, brassúj, A menü, B menü. Igen. Óriási volt. De jó palacsinta. De miről szólt az a könyv? Nem tudom. Ja. Nem tudom. A könyv bemutatóján kaptam egyet a kezembe. Annyira, mondtam, annyira mély volt. Még 5 percet, míg kezdődik a sajtótájékoztató, átfutom gyorsan, hátra lesznek kérdések. Mi ez? Ja, a könyve. Mi ez a szar? Ja, ezt én írtam. Ja. Kiengedtem, hogy rának jöttek. Ja, ez ennyi. Honnan van a fotó? Hát hülyezmény. Akkor még az nagyon hosszú seprű jellegű hajad volt. Konkrétan ilyen cirok seprű fejjel, igen. De nem maradt egy példány, se hoztál volna nekünk. Hát nem gondoltam, hogy kíváncsiak vagytok. Mert nem vagyunk, csak jó esett volna. Hát jó, azért érted, egy dedikált könyv tőled, pont billeg az asztalom az irodában, tehát be tudtam volna tenni. Jó, hát úgyis, hogyha vége a rádiónak, akkor küldök majd mindannyiótoknak, hogy a téli hőestéken ne legyen, mit olvasnatok. De várj erre a címre. De most. Nem, a jövő héten inkább, mert még a gyereknél tart a papírgyűjtés. Jó vastag egyébként, én 400 oldalat nem értem, hogy miért. Igen. Én még karácsony előtt kérek egyet, hogy meglegyen Vikinek a karácsony ajándék. De ne legyen beleírva, jó, hogy bele tudjam írni, hogy drága feleségemnek. Na,
Mit szóltok a körúti robbantóhoz? Egy kicsit járjunk ennek utána, mert hogy azért nagyon érdekes ez a történet, és hát elképesztő dolgokat hall az ember, igazából azt gondolom, hogy csak mozaikokat tudunk összetenni. Ugye az anyukáját állították meg, szondáztatták a rendőrök, erről a szondáról vettek DNS mintát, és hát az egész nagyon szövevényes, kivonultatek, mintha legalábbis háborúba indulna, de megvan, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Kávézni is így mennek. Az igaz, végig ilyen páncélos autók ugye az M7-esen vagy az M1-esen valamelyik autópályán, és... Itt a faluba eltévedtek a srácok, meg kell... Nincs meg a sztori? Nem, rossz helyre mentek? Aha. Nincs meg. Hát, betörtek valahova? Még a betörés az nem volt, de állítólag megállt a tekes autó, kicsapták a tetejét, és ott álló Mariska nénitől megkérdezték, hogy merre van a Kossuth utca, mert a GPS nagyon jó. Nem, ez a csokonai! Aranyom! A Kossuth barra van, vissza, tudtál? Megadod magam, megadod magam, mondta Mariska, meg mondja. Jó, hát nem, hát nincs helyismeret azért nem mindenhol. Nem arra, mit ízulak! Ide, hozzám, Jézusom, nem már. Aztán oda találtak. Hát a fáma szerint így van. Telepítelemedről megy a frissítés a GPS-nek, és még az idejét nem vették nem meg. Volt téved. Jó, de gyerekek, azért dicsérjük meg őket, szóval azért ez nagy dolog. Szóval ilyen erővel, így két hét alatt, nem tudom hány hét alatt, három hete volt a robbantás, azért így felgöngyölni, elkapni, azonosítani, DNS mindent, és így elkapni. Ugye a robbantók nagy százaléka nem volt meg soha. Igen. Budapesten volt egy nagy robbantós korszak, és az esetek 90%-ban sose derült ki, hogy ki állt mögötte, politikai indítatású volt-e, felbérelték, magyar külföldi, semmit nem lehet tudni. Hát ez egy közveszélyes ember, tehát hogy nagyon jó, hogy most már nem kell attól tartanunk, mert hát állítólag a hírek szerint, hogy készült a következő robbantásra is, úgyhogy nem kell attól tartanunk, hogy esetleg áldozatul esünk ennek a robbantásra. Mindenféle összeesküvés elmélet van, ugye van, aki azt mondja, hogy hát ez fura, hogy ez a népszavazás előtt pont, miért támadná meg valaki a rendőrséget, lehet, hogy csak összhangulatot akartak vele, mit tudom én fokozni, hogy sikeresebb legyen, közben van, aki azt mondja, hogy miért egy ilyen fiúval fokozták volna, közben magányos elkövetőre, valaki az anyukájával lakik, és kicsit úgy néz ki, hogy pszichopata. Szóval érdekes a dolog. Minden esetre mi felhívjuk Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt, hogy mondja, hogy megy ilyenkor a nyomozás, mi az, amit tudhatunk, mit csinál a TEK, és mi alapján azonosították, mert azt mondják, hogy egy magányos elkövető, aki pszichopata. Közben meg baromi profin hajtotta végre, a ruhát váltott, járást váltott, mozdulatsort váltott, szóval közben az elkövetés módja meg ugye hát profira val. Úgyhogy sok-sok ellenmondás, talán soha nem fog kiderülni, hogy mi történt valójában. De mindjárt megkérdezzük. Tarjányi Péter itt van velünk. Jó reggelt, hello Péter, ciao. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Jó reggelt. Hello. Na, hát honnan is kezdjük? Jól mondtam, hogy az anyukájától vettek le DNS mintát, megszondáztatták? Hát vannak ilyen információk, ezt ugye a rendőrség, illetve az ügyészség még nem erősítette meg. Azt gondolom, elképzelhető egy ilyenfajta idézőjelbe tett trükk. Tehát, hogyha a helyszínen, ahol a robbantás történt, valamilyen fajta DNS minta maradt akár a zsákon, vagy hát nem tudom, hogy mennyire láttátok a videót, de amikor ugye a robbanás történt, ugye a fiatalember visszalépett, ugye ott van egy ilyen fülke, egy ilyen beugró, amiben ott elbújt, hogy ő ne sérüljön meg a robbanásnál. Ez azért nem jelenti azt, hogy teljes egészében védve volt. Tehát, hogyha megnézitek a videót, ott azért egy nagyon komoly léglökés volt, ott repültek csavarok, szilánkok, tehát maradhatott akár egy egyszerű vércsepp, ami egy picisebből, vagy a hajából, egy hajszál, ami ott maradt a helyszínen, és hát ilyenkor az történik, és ugye előbb kérdezted, hogy hát hogy megy a nyomozás. Nagyon-nagyon fontos mindenfajta nyomozati lépés mellett a konkrét helyszínelésben, hogy tulajdonképpen ezt úgy képzeljétek el, mintha fölporszívóznák ott a környéket, tehát minden mintát összeszednek, ez azt jelenti egyébként, hogy adott esetben több száz minta lehet ott, több száz embertől. Viszont, hogyha későbbiekben történik valamilyen fajta elfogás, és annak a személynek a DNS-e mondjuk a helyszínen található 300 DNS közül valamelyikkel egyezik, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos bizonyíték, hogy az az ember akkor ott járhatott. És hát én azt gondolom, hogy valami azért volt a rendőrség kezében, és hát az elfogás előtt úgymond az íre a pontot feltették úgy, hogy valamelyik családtagot megnézve például így a szondán keresztül. De az egyezik a DNS? Tehát az én DNS-em az egyezik az anyukám DNS-ével? Hát nagyon-nagyon-nagyon nagy az átfedés. Tehát aha, ilyen 90-valahány százalék. És ezt figyelj, az, amikor egy akciót el kell indítani, és ez az utolsó ellenőrzés úgymond, hogy jó helyen járunk, jó nyomon vagyunk, és akkor van egy ilyen fajta gyors teszt, amiben egyszerűen csak pozitív-negatív. Tehát van nagyon-nagyon komoly egyezés, vagy nincs. Tehát nem ilyen nagyon-nagyon 100%-os ellenőrzés folyik ott, mert ugye az egy több órás DNS vizsgálat, de egy ilyen gyors teszttel, hogy
igen, te valószínűleg rokona vagy annak a személynek, ez már elegendő. Tehát amikor van egy nyomozás, és eljutottak rengeteg információhoz, és egy utolsó ellenőrzésként van egy ilyen gyors teszt, amit valamelyik családtagtól, most ahogy előbb mondtad, édesanyától megszereznek, akkor innentől kezdve lehet azt mondani, hogy hoppá, nagyon nagy az egyezés, erre el lehet már indítani az akciót, és akkor induljon meg ilyenkor, a különleges egység. Ilyenkor miért kell 30 páncélozott autó, meg ekkora erődemonstráció? Tehát nyilván tudják, hogy kihez mennek, de hát azért az, hogy felvonult a tech, én nem azt mondom, hogy baj, meg rossz, csak a furának tűnt, hogy egy magányos robbantóhoz kimennek, 34 páncélos autó, 30-40-50 tekes, hát azért... Igen, ezt többen kérdezték. Egy erődemonstráció ilyenkor? Van ez is, de azért tudomásul kell venni azt, hogy mindig a legrosszabbra készül a különleges egység, és egy ilyen helyzetben azt láttuk ugye a videófelvételen, hogy ez a fiatalember azért összerakott egy bombát otthon. Nem lehetett azt tudni, és nem lehet tudni egy ilyen robbantónál, hogy nincs-e valamilyen fajta bomba csapta az épületben. Tehát az, hogy megtörténik az ő elfogása, és utána házkutatások történnek, és egyébként az épületben rejtett bombák vannak adott esetben, nem lehet a bűnügyi nyomozókat és az ügyészeket beengedni egy ilyen területre. Ezt a terület tehát át kell vizsgálni, ehhez speciális eszközök szükségesek, szükséges a védelem szempontjából a legmagasabb biztonságot adni a rendőröknek, és hát nyilvánvalóan, amikor ez megtörtént, őt elfogták, és utána megtörténtek a házkutatások, a legrosszabbra készülve fölkészült a különleges egység arra is, hogy adott esetben ellenáll valaki a családból, lehet adott esetben fegyver a helyszínen, ugye volt egy ilyen alapinformáció, hogy lehet, hogy fegyvert is be tudott szerezni. Az, amikor most bocsánat, más lesz a példa, de megértitek a logikámat. Brüsszelben egy lövöldözésnél a belga rendőrökre ma Európában katonai fegyverekkel tudnak tüzet nyitni emberek, mert Európában hozzá lehet jutni ilyen katonai fegyverekhez. Vagy emlékezzetek vissza, hogy Párizs utcáin kalasnyikovokkal lövöldöztek. Tehát azt tudom mondani, hogy annál nagyobb biztonságérzet egy rendőrnek, egy ilyen különleges egységnek nem lehet, mert amikor oda megy a páncélozott szállító harcjármű, és azon kopognak a lövések, de te tudod azt, hogy neked semmi bajod nem lehet, mert egyébként felfogja a lövedéket a páncélzat. Ez azért eléggé magabiztosságot tud adni a rendőröknek. Tehát mindig a legrosszabbra készül a különleges egység. Arról tudni már valamit, hogy ennyire profi, hogy megrendelte az internete, hogy össze tudta tenni, hogy megváltoztatta a mozgását, hogy többször átöltözött. Hát azért ez nem úgy tűnik, mint egy ilyen pszichopata mama kedvence, aki egyébként ez nem bombaszakkörön vett részt, nem? Azért nem, mert 20 évvel ezelőtt volt egy hasonló ügy, amiben én dolgoztam, 1995-96-ban, ahol szintén robbantott egy fiatalember, ő egyébként kiskorú volt akkor, 17 éves, összerakott egy robbanó eszközt, senki nem vette észre a családból, hogy ezzel szórakozik, idézőjelben, fölrobbantott Pilis Csabán egy távolsági járatot, tehát több ember megsérült, és amikor benne voltunk az ügyben, és mentünk végig, döbbenetes volt, mi is ugye elindultunk onnan, hogy terrorista, meg idegenkém, meg titkos ügynök, mert tényleg profi volt, mert robbant az eszköz. És utána végén eljutottunk egy gimnazistához, aki nagyon-nagyon szereti a kémiát, és egyébként utána nézve, utána olvasva 1995-96-ban képes volt otthon összerakni úgy egy bombát, ami működött, és igazán egy darabig a hatóságot az óránál fogva vezetni. Ma a sötét internet világában azt kell mondjam, urak, föl lehet készülni. Tehát van ez a lelkes amatőr idézőjelbe, aki utána olvas, és egyre több olyan videó, szakmai anyag van, hogy sajnos otthon összetudnak akár házi eszközökkel. Hát igen, pont most olvastam egyébként erről a deep webről, vagy sötét webről egy nagyon érdekes tanulmányt, amit azt jelenti, hogy az internet 1%-a zajlik így, hogy beütött, hogy Google, meg Index, meg hírkereső, és a 99% az már valójában tulajdonképpen a deep web, vagy a sötét web, ahol aztán mindent megtalálsz, mindent megrendelhetsz, mindent megvehetsz, és mindenre szertehetsz. Csak hát én ezért tenném idézőjelbe, hogy ő mennyire profi, tehát egyébként a mozgás alapján, amit ő ott a helyszínen és azon a videón, amit láttam, én első pillanatok kezdve azt mondtam, hogy ő nem egy profi terrorista, mert egy profi terrorista tudta volna azt, hogy mindent ugye kamera rögzítő, ezzel tisztában volt, de egy támadás után pont azzal hívta magára föl a figyelmet, hogy őt elsétált és átlépett a rendőrök fölött. Egy profi terrorista elvegyült volna a tömegbe, és ugyanúgy sikítozva, kétségbe esetten szaladt volna a többi emberrel. Tehát ő azért hibázott. Nyilván
ez, amit előbb mondtam, és idézőjelbe tettem, ez a lelkes amatőr, tehát föl lehet készülni, el tudta készíteni a bombát, működött a bomba, ruhát tudott váltani, tehát tisztában volt bizonyos ilyen alapfogásokkal, de ennek ellenére hibázott, mert egyébként a rendőrség végül is eljutott. Jó, de hát ezek ugye minden második akciófilmben benne vannak ezek. Igen, persze. Tehát amíg nem lesz valaki profi. Az elfogásra visszatérve egy filmodat erejéig, ilyenkor van valaki, aki csekkolja, ott áll és csekkolja, hogy otthon van-e az illető, még mielőtt odaérnek a páncírozott szállítói járművek, meg odaérnek az autók, meg odaérnek a többiek? És adja nekik le folyamatosan a drótot, hogy még itthon van, most nem lement a kis közérbe, tejet vett és kenyeret. Ja, nem kiflit. Tehát, hogy... Igazán egy ilyenfajta fontos, nagyon-nagyon fontos akciónál nem az elfogás pillanatában kezdik el figyelni az illetőt. Tehát itt abszolút el tudom képzelni azt, hogy amikor szorult a hurok körülötte, tehát egyre több információ volt, és felmerült az a gyanú, hogy nagy valószínűséggel ő az, de még nem indult el a különleges egység, akár órákkal előtte már ő egy nagyon-nagyon szoros figyelésben volt. Ez technikai figyelést is jelent, fizikai, tehát emberi figyelést is jelent. Én azt gondolom, hogy pontosan tudták, hogy ő hol van, de nyilván a legrosszabbra készülve azt is feltételezték, hogy lehet, hogy bombacsapda van az épületben, lehet, hogy a családból valaki még benne van. Tehát az egy ezreléknyi problémára is fel kell készülni a különleges egységnek, és minden variációra kidolgoznia valamilyen fajta forgatókönyvet. Ez történt, pontosan tudták, hogy hol van, elfogták ugye az utcán. Nem nagyon mond semmit, nem? Tehát nem beszél azt hallani. Én azt gondolom, ez is beszédes. Bármennyire is furcsa, mint mondok. Tehát nyilván egy ártatlan ember azzal kezdi az elején, hogy elkapták, és elmondja azt, hogy amikor közlik vele, hogy mi történt, miért van az ő őrizetbevétele, hogy kérem, nem én voltam azért, mert akkor itt és itt voltam, esküvőn, akármit áll. És nyilván a rendőrség... Na jó, de az indítékot, hogy lehet ilyenkor kiszedni belőle? Tehát ezt hogy fogjuk megtudni, hogy mi kivezette rá, rávezették-e, többen voltak-e, megkérték, hogy csinálja, meg egyedül csinálta. Ez az egyik legfontosabb irány most. Tehát mind a mellett, hogy készítik elő a vádat már, tehát úgy megy a nyomozás, hogy tényleg a bírósági szakban minden szakértői vélemény ott legyen precízen. Hát a legfontosabb kérdés az, hogy miért tette azt, amit tett. Én azt gondolom, az elkövetkező napokban meg fogják őt szólaltatni, mert hogy vannak erre profi szakemberek. Tehát ezt ténylegesen úgy képzeljétek el, hogy... De külső reményomok nem maradnak, ugye? Nem, de hogy... Telefonkönyv. Igen, erre profi szakemberek. Nem. Tehát mindenki azt gondolja, hogy ez tehát, hogy fizikai erőszakkal, nem, tehát nagyon-nagyon profi csapata van az ügyészségnek, rendőrségnek, kihallgatók, akik abban jók, hogy... Ha nem mond semmit, akkor azért igen, nehéz. Mert, most mondok egy konkrét példát. Az, amikor te kérdéseket teszel föl, vannak olyan kihallgató helységei, például a központi nyomozó főügyészségnek, ahol tényleg, mint ahogy a filmekben, tehát, hogy van egy ilyen elsötétített üveg, és ott szakemberek figyelik, hogy te hogyan nyilatkozol közben, kamera van az arcodra irányítva, tehát az, amikor kérdéseket tesznek neked föl, tehát ott valamit reagál a szemed, reagál az arcod, mert számtalan dolgot ki lehet olvasni, és hát egyre inkább nap után ezek a szakemberek apró pici rezdülésekből építenek föl egy kihallgató taktikát, ami egyébként előbb vagy utóbb eredményhez vezet. Ez egy szakma, ez értenek. Kérdezi egy SMS írő, hogy az a néni, aki elmondta a teknek, hogy nem ez a Kossuth Lajos utca, hanem hárommal arrébb, az megkapja a nyomra vezetői díjat? Mert állítólag eltévedtek, és egy néni ház előtt megálltak, és a néni mondta, aranyom, ne erre, egy picit még kettő utcával lejjebb. Igen, és a botjával megállított a páncélozott szállítóval. Ne menjen a virágomra! Igen. Ilyenkor azért felröppennek pillanatok alatt ilyen városi legendák, tehát higgyétek azt el, hogy az elfogó egységek pontosan tudták, hogy hova kell menni. Én tudom, a magyar ember ilyen, én is olvastam egyébként, tehát, hogy mindenkiben van egy ilyen kis humoros, kiben kicsit cikizős hozzáállás. Persze. Ennek ellenére az a jó, hogy ez a történet egyrészt úgy zárult, hogy a rendőrök hát hogy ne, hát ez mi is kezdtük azért, hogy azért ez egy nagy dolog, hogy elkapták, persze. A robbantó, különösen azért, mert azért hozzátenném halkan, hogy az elmúlt 20-25 évben sajnos a robbantásos, tehát az ilyen robbantásos ügyeknek a túlnyomó részében nem sikerült elfogni az igen, elkövetőt. Igen, erről is beszéltünk, nagyon ritkán van meg az elkövetőt. Ez egy nagy dolog, és ugye hát nem csak a tech érdeme, hanem a nyomozóké és a rendőrségé. Szóval itt azért sok ember dolgozott. Ez elindíthatatlan. Igen, hát ez csapatmunka volt, és azért ez klassz, hogy két héten belül valaki így megvan. Jó lenne megtudni az indítékot, mert azért az egész olyan fura meg, nem tudom. Sok a kérdés. Péter, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. Jó voltál, mint
mindig, de hát nem dicsérünk. Még elszállsz magadtól. Nem értem egyébként, hogy csinálja. Köszönjük szépen, ciao. Hello, hello. Ciao. Na gyerekek, azért ez ugyanakkor megnyugtató, profi, nem? Igen. Szóval ez tök profi, hogy ilyen jól működik az ország, a rendőrség, a tech. Szóval ezt így kell csinálni, robbantottak és két héten belül begyűjtötték. Ez klassz. Tehát az, hogy mindent összeszedni a helyszínen, szétválogatni, és a csávó valami elektromos panelt rendelt neten keresztül egy kamu e-mail címről, ezt észrevették, az e-mail címet, és még egyszer ellátogatott abba a fiókba, már hogy a számítógépén keresztül, és az alapján tudták meg, hogy hol, tehát hogy merre. Óriási. Ezért mondom, hogy vigyázz a pornó DVD-t, de hogy ne a Deep Web-ből rendeld, mert azon a fölgöngyölítenek. Az mennek érteni. Én egy teljesen mikor... más taktikát alkalmazok. Én olyan mennyiségben nézek pornót már, hogy nem hiszik el, hogy ez... Igen. 5 terabájt egy éjszaka alatt? Lehetetlen! Kamu! Ez az egész csak maga, aki meg akar vezetni. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.